Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. Az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. Minden nézzük egy órát, de szerintem 6 óra 15. Van. János, hello! Sziasztok! Szia, Laci! Hello! Szia, Laci. Feri, hol vagy? Hello! Jó, a ködben! Ja, itt vagy, csak azt hittem oszlopok, de a lábad. Én vagyok, aki kilátszik a ködből. Szevasztok! Hello! Hello, sziasztok! Hello, honnan jöttél? Debrecenből. Micsoda meglepetés, mert hogy ott vagyunk. A legjobb lányokat találtad meg már így az első soron. Nyilván nem a járókeretes nénihez még. Hol van? Már keresem is, mondjad. Na, hát igen, megérkeztünk, viszontagságos úton vagyunk túl, szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról, ki hajnalban, ki éjszaka, ki koratél után, ki este, ki nappal, ki délelőtt, de megjött mindenki, és itt vagyunk, így van, Debrecen, Csapó utca és a Rákóczi utca sarkán, hölgyeim és uraim, de hát úgy látszik a hallgatóink tudják, mert hogy ránk találnak, mindegy, hogy köd van, hogy eső van, hogy zord idő van, egyébként ez nincs, mert hogy egészen tavaszi lesz az időjárás, idézőjelesen. De megtalálnak bennünket, és én ezt a helyszínt jobban szeretem, mint a debreceni másik helyszínünket. Az a kis szűk utcácska ott valahol arrafelé, én ezt jobban bírom. Én ezt a helyszínt szeretem igazán. Már a szűk utcácska előtt, a debreceni nagy templom előtt. Nem. Ott is voltunk, de egyszer a Klassz nyár, vagy a Klassz nyár volt a debreceni nagy templom előtt, de egyszer voltunk egy kis utcácskában. Tudod? Igen? Igen, egy ilyen kis, egy utcácska. Na mindegy. A debreceniek szerintem tudják, hogy hol egy voltunk. Egy kicsi utcácska. Tudod, igen. Hol voltunk? Szerintem a Nádor utca. A Nádor utca. Én se szeretem. Szevasztok. Nem, itt csak egy gyalogos mentát, János, ugye már most mondom, hogy minden dudaszól, tehát nem minden dudaszól, nem nekünk. Nem minden dudaszól nekünk egyébként, mert járós karlendítéssel kezd el integetni mindenféle autósnak, de lehet persze, tehát magunkra vehetjük, csak akkor sokat fogsz integetni. Na, hogy telt az este, reggel, mindenki megérkezett, befutottatok, jól vagytok. Olyan köd volt tegnap, hogy azt el nem tudod képzelni. Azért érdekes a dolog, mert én két napot az ország másik oldalán voltam, a nyugati részen, ragyogó napsütés, ködnek, nyoma se érted, és elindultam tegnap este, és falakba ütközöl, hogy Budapestet elhagyod, és egy ilyen halálfélelemben száguldozó végig az autópályán, de itt vagyunk, hála Istennek. Nagyon durva, én arra gondoltam, hogy ha kijön egy ősz vagy egy vaddisznó, nem, hogy esélyed nincsen, tehát beült volna az anyósülésre, a baj csak az volt, hogy Viki ott ül. Tehát az, hogy ölbe kellett volna venni a kis állatot. Mindig azt csináltam, hogy rátapadtam egy autóra. Szégyilkoltam rohadt őket, idegesítő, rohadt alja, és mondom, én nem megyek elő, én nem tolom össze a szponzorautót, mert hogy a szponzor volt olyan drága adott autót erre a hétre. Mondom, milyen csúnya lenne az első este, már lezúznám. Ezért ilyen 100 méterről megközelítettem egy ilyen 130-al menő autót, és végig lekísértem. Szerintem a csávó az 6 kilót fogyott, mire leértek. Lehet, hogy a Debrecen tábla után így leállt így oldalt, és így a kormányra dőlt, és ott zokogott. Kivakítottam a tükörbe. Ugye reflektorra nem tudsz menni, ha nincs előtted senki, mert nem érdemes a ködbe. Olyan brutál köd, de vajon mi 80 kilométeren keresztül. Tudom, hogy ilyen hosszasan, ekkora ködben mentem már. De néha így rárefisztél, hogy itt vagyok haver mögött. Én gyorsabban mennék, ha elő lennék, te tudod, mondtam neki, úgyhogy én megyek mögötted, abból baj nem lehet, gyerek a hátsülésen, nem rohanunk. Úgyhogy nem több, egy 3 óra alatt mi megérkeztünk egyébként. A 2 óra alatt abszolváltó utat egy 3 óra alatt sikerült a köd miatt megtenni tegnap este. Megdöbbentő volt a körség, Ferivel beszélgettünk reggel erről, hogy amikor eljöttünk Budapestről, ott gyakorlatilag ilyen nyár, vagy én nem tudom, vagy tavasz, ilyen igen. 20 fok, ragyogó napsütés, tök száraz idő, az ember rögtön gombolkozik, így már még szokásból felveszed magadra a melegebb cuccokat, és aztán kiderült, hogy mondom, így napközben is volt olyan, hogy mondom Móninak, hogy odaréz a srác, figyelj, mondd. Szóval mi van? Hát egy szál pólóba! Tudod, mint hogyha nem tudom, mi lenne, érted? De UFO-t láttam volna leszállni, és hogy jött Pataki, attól a gyalogolt valaki a fenekére szorított kézzel belőle, de nem! Mondom, egy szál pólóba egy srác, mondom, megcsodáltam. Aztán jöttünk, és egy ideig minden nagyon rendben volt. Tavasz volt, nyár volt, és aztán a kedvenc testrészedről elnevezett településnél, Kisúj szállásnál. egyszer csak leszállt a köd, és onnantól kezdve egy ilyen John Carpenteres ilyen hangulat végig, ilyen, hogy vártam, hogy előjön valami a ködből izzó szemekkel, és kér egy, hogy hívják ott, egy keresztet, amit az elrabolt kincsből olvasztottak össze, és ízért kopogtak a kapunk az ajtót. Már felmutatom egyeket, bérletek. És onnantól kezdve semmit nem lehetett látni, aztán a taxis kollégával, illetve nem kollégával, hanem egy taxis, többek között nem voltam, sok minden voltam, a taxis nem. A taxis úr is azt mondta, hogy gyakorlatilag Debrecenben reggeltől estig ez volt, tehát hogy nem lehetett látni semmit. Mondom, csinálok egy selfit a pályaudvarnál, feldobjuk te az is a köd. Igen, megcsináltam a selfit, de nem volt rajta senki.
Még te sem. Nem, még én sem játszottam. Á, de akkor hagyjuk. Aztán láttam fönt a Facebook oldalunkon a képeket, amiket ti csináltatok délután 5-kor, amikor jöttetek. Na mondom, hát ez körülbelül az, amit én is tudtam volna csinálni. Miki lőtt párat, hogyha eltűnünk a semmibe, vagy elrabolják a lelkünket, vagy karambolozunk, akkor maradjon belőlünk 2 darab fotót. Hát folyamatosan archivált. Olyan volt, mint egy ilyen katasztrófa turista. Akkor a köd, lefotózom. Bú, ezt is lefotózom. Mondom, az tök jó, csak minden villanásnál kipolyik a szemembe. Ez sokkal ködebb, mint az előbb volt. Igen, nagyon, nagyon durva köd, nagyon durva. És mondta végig a Viki, menj óvatosabban, lassabban, vigyázz. Hallod? Ne hülyék, ne menj arra. Konkrétan arra gondolom, hogy kikapcsolom mindig. Artur, tudom, hogy ez egy trípiót, amikor csak így folyamatosan a gyerek végül, itt tudod, hátul ült, imádom, ekkora köd, jó, de jó, nem látunk semmit, ú, mindjárt elütünk valamit, a gyerek végig ezt mondta, a Viki ne siess annyira, menj lassabban, hó, ne ott menj, ne itt menj, azt hittem megőrülök, mondom, soha többet nem hozlak el benneteket, ha nem tudtok normálisan viselkedni. Én már évekkel ezelőtt tájékoztam, hogy ez a megoldás. De aztán megérkeztünk. De nagyon kedvesek voltak szállodában, igen, nagyon jó fejek voltak, nagyon jó arcok voltak. Megvacsoráztam, amikor mondta a srác, hogy a Sebesnyéről azt mondta, hogy írjuk hozzá az ő számát is a magáért. Mondom, rohadjon meg a Sebesnyéről. Egyrészt mondom, akkor írja. És aztán röhögött, mondta, hogy csak geg volt, mondom, akkor te rohadj meg. Pedig milyen jó poén. De jó poén volt, csak mondom, hogy itt ülök, és akkor így jött egy kis kevergetni volt, és mondom, de jó, mondom, annyira örülök neki. És te hozott Debrecenben, fizetettem az ő vacsorájukat, és mondom, hármen, jó, remélem, hogy ja, te ezt nem mondtad a pincérnek? Saját kultfőből. Saját kultfőből toltam. De jó poén egyébként. Jó, jó, mondják meg, hogy a család számlát is majd, ha jön a János. Tudtam, hogy úgyis utánunk kezd vacsorázni valószínűleg, mert milyen 7-kor lementünk, vagy 6:30-kor. Be lehetett volna nyerni. De nagyon cukik voltak, jó arcok. Igen, na, drága debreceniek, látjátok már az autókat, jó? Tessék elképzelni legalábbis vizuálisan, hogy valamelyiket majd megnyeritek, illetve pontosabban egyet. Hát ezt a vitarát. Így van, a vitarát. Igen. Melyik a vitaránk a kettő közül, mert nem látom. Ott van, most látom, most már ott van a rendszáma, hogy vitara. Csecse. Na, nézd, nagyon... csak rólam lehet fölismerni a vitarát. Itt állok. Nagyon kis csecse. Nagyon kis csecse. Bizonyám, menő kis autó, és ezt majd megnyerheti valaki. Ma még csak ugye boldog kulcs tulajdonos lehet valaki. És aztán pénteken kell egy kicsit utazni az autóért, de hát megéri, mert pénteken derül majd ki, hogy az a bizonyos kulcs, az ugye nyitja az autó. Uh-huh. Mert hogy minden helyszínen lesznek majd nyerteseink, és ezen nyertesek Pesten összemérik majd az erejüket, a tudásukat, a fizikális erőképességüket, ha ki kell tépni a másik kezéből a kulcsot, ami ugye nyitja az autót, mert hogy Pesten dől majd el pénteken, november 13-án, hogy ki lesz boldog autó tulajdonos. Mindenesen most már el lehet képzelni, megsimogatni, beleülni, azt nem tudom, bele boldog lehet ülni. Boldog lesz, boldog köszönni lesz. Köszönni neki. Boldog lesz, mert nagyon jó kis kocsikról van szó, csak mondom a szponzorunknak, hogy nyugodtan, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon sok, nyugodtan használják a nagyon csecse kifejezést a későbbi kampányokban. Jó, tehát lesz egy Suzuki, nagyon csecse. Nagyon csecse. És ez most még ingyen volt. Nagyon csecse. Így van, nem kérünk érte semmit, összegeggeltük. Figyelj, egyébként nagyon rendes volt a sponsor, mert hogy ellátott bennünket sponsor autóval erre a hétre. Én a MÁV-tól egy egész szerelvényt. Hát figyelj, kaptál volna te is, nehéz, hogyha... Neked ugye nehéz mit adni, mert nincs jogsít. De nagyon rendes, hogy nem akarták végignézni, hogy trélerrel itt elviszik az autómat, ugye, hanem adtak egy sajátot, ami egyébként megy. Tehát egészen fura volt, hogy 200-220 kilométert úgy tudtam lemenni, hogy az autó végig ment. Hát hogy ugye nem ehhez van hozzászokva, az ember hangol autója van. De hogy végig ment, és figyelj, az enyém, én nem tudom, te miért kaptál, Feri, de hogy brut, olyat? Én eskrosszos vagyok, te meg vitarás vagy. Én vitarás az vagyok? Enyém az pazar volt, nekem tényleg. Pedig ez a test, ha elfér valamiben, ugye? Ez a nettó 110 kiló, azért az már önmagában jó. Úgyhogy én imádtam, nagyon jó volt, ködben is gyönyörűen megy, és köd nélkül is. Igen, mert nagyon jó kis, jól felszerelt, jó kis autó. Az egyéb sem volt rossz egyébként, volt rajta a wifi, kérdeztem, hogy mi van, jó napot kívánok, mondták, hogy Kócsa IC, mondtam, hogy Vadon János, tiszteltem, üdvözlöm, nagyon be jó is volt. Mutatkozik a IC, Kócsa IC. Igen, és nagyon durva. Ez kultúrát, nem? Óránként jön, gyakorlatilag elkésni se lehetett. Annyira pazarul, annyira már vártam, hogy az, mi a meglepetés. Tehát a 2 órakor a 2 órás, vagy a 2 órakor a deles. Tehát ugye nem mindegy, mert már tud óránként jönni, csak nem mindegy, hogy a reggel 7-es jön el, délután 10-kor. Tehát az jön, amit vársz. Figyeljetek, én Debrecenig vártam, hogy történni fog valami. Tehát, hogy így, hogy mondom, nem mehet ilyen flottul. Tehát, hogy így már mondjuk 20 éve nem tudtam lemenni, illetve elmenni sehova úgy, hogy minden volt. Tehát, hogy megvettem időbe a jegyet, hogy összecsomagoltam mindent, hogy elértem a vonatot. Tényleg, nem volt se, igen. Nagyon fura volt, valaminek történnie kell, most már picit várok. Vagy nem is haza is telefonálta, hogy az életbiztosításon működik-e még, mert valaminek történnie kell, ez a helyet annyira flott volt. Ez gyanús, ez nem te vagy. Tehát legalább egy rossz jegy, egy rossz vonatra szállás, rossz helyen leszállás, egy bunkótaxis,
egy fura recepciós, tehát valami neked lenni kell, nem? Egy félig megbudjant lebencsleves az étteremben. Ez nem jó, hogy idejössz, lejössz, vacsorázol simán, bemész a szobába, van fűtés, alszol egyet, ide találsz helyszíre, ez nem tetszik, ez az új arcod. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem ehhez vagyunk hozzászokva. Én mondjuk kicsit örülök, mert velem fog jönni a János, tehát igen. Én nem szeretném, ha akkor történne valami, amikor velem van. Együtt mentek Pécsre. Hát figyelj, igen. Hát majd én... nagyok a dumcsisztó. Azt megnéztem. Tájak városok emberek. Nem sok, igen, nem csak 6-8 órát ott vagytok, úgyhogy egészen baráti kis beszélgetés lesz majd. Összeszokunk. Megnéztem a Debrecen-Pécs távolságot, akkor az volt az első, hogy beraktam egy füldugot, meg egy ilyen szemlekötőt. A táskában minden más maradhatott, de mondom, ez legyen benne. De nem ütemezted be, hogy nyitom, mint 10-től fél 11-ig a Diósgyőri váró beszélgettek, 10-től 11-ig a Gyulai váró beszélgettek, 11-től fél 12-ig meg kicsit a Sárvári. Ilyen nem szolid 600 kilométer, tehát semmi. Elröppen az idő. Puss így elmegy! Puss így elmegy! Tudod, azt lehet látni, hogy ha később, amikor majd a berendőrség megint a jegyzőkönyvet, hogy igen, Kurci Ferenc, budapesti lakos, a Pécs várat táblánál kötötte fel magát. Az ezredik sztorival kapcsolatban, vagy sztori kapcsán, amikor erről mesélek, hogy milyen szép várak vannak közelben, és hogy egyébként pedig az édesanyám főztje, és így. Igen. Na, majd meglátjuk. Jó lesz az. Jó lesz ez, de egyelőre Debrecenben vagyunk, úgyhogy Debrecen a lényeg. Debrecen a lényeg, drága debreceni, gyertek, Csapó utca, Rákóczi utca sarka, ez a helyszín, jó, ez a Fórum bevásárló központ, állítólag, ja, itt van. Ő az, igen, ő az. Ismerkedjetek meg. Nagy vagy, előbújt a ködből. Atya Isten, egyszer megjelent egy bevásárló központ tényleg a ködből. Úgyhogy itt vagyunk, gyertek, jó? Na, mi pedig gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk pénteken, mert egy nagyon érdekes hírt találtunk, arról beszélgettünk, és mi nagyon szerettük, hogy harci szellemet próbáltak előhozni a magyar labdarúgó válogatottból, méghozzá nem is akárhogy. Nem futtatták a fiúkat, nem technikai edzésen vettek részt, nem labdavezetés volt, nem dekázni kellett vagy kapura lőni, hanem véres csatákkal és dicsőséges győzelmekkel ismerkedett a magyar válogatott, mert hogy ellátogattak ugye egy múzeumba. Ellátogattak egy múzeum, melyik volt? Hadtörténeti múzeumba, így van, föl a várba. És hát ott próbálták magukba szívni a győztes csaták emlékét. Teljesen lehetetlen a szituáció. Mert hogy most pénteken meccs van, nem? Most van a meccs? Most lesz. Csütörtökön. Inkább hétközben. Csütörtök. A betyárját, hát pénteken akkor már tudunk is róla beszélni. Há, persze, most én csodálatos. Azon izgulok, hogy nem mentek-e korán a múzeumba. Tehát, hogy túl felszívtak, most elmúlik, mire kiérnek. Hétvégén lekaszabolták az asszony. Bizony. Brutálisan elfújták a Rákóczi indulót, csak kérdés, hogy kitart a csütörtök, igen. Na, szóval hogy erről beszélgetünk, és megpróbáltuk elképzelni, hogy vajon hogy zajlott ez a dolog a múzeumban, mit láttak a fiúk, hogy viselkedtek, és egyáltalán mit szívhatnak ott. Nyilván fantasztikus pillanatok lehetek. Ez Hadik András karja. Ez Gábor Áron Rizágyi. Passzolj, Gyugyi, passzolj. Ez meg Simonyi Obester ágytál. Na, meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap pénteken, aztán jövünk vissza már is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor. Morning Show. Aha. Na most én azt gondolom, hogy de tényleg cáfoljatok meg, ha nem így van, hogy jól érzem, hogy most így egy ideig így ne nagyon várjuk az MLS-től a puszi jegyeket a válogatott következő meccsére. Nem, eddig se küldtek, de most már legalább van okuk rá. Teljes messzélességgel a fiúk mellett vagyunk. Igen. Hajrá, fiúk! Hajrá, csak a fiú a győzelem! Tényleg komolyan mondom, erről még úgyis beszélünk ezen a héten sokat, de én most még egyszer beleélem magam, én most még egyszer velem elhitettétek, hogy nyerhetünk, én most még az életemben utoljára nagyon fogok drukkolni, ha nem, soha többet nem, hogy nem nézek magyar focit, nem vagyok hajlandó beszélni a magyar fociról, de most csütörtökön szívvel, lélekkel, a fiúkkal leszek, testben, szellemben. Csütörtök este? Közös meccsnézés. Közös meccsnézés. Hát, de akkor már Pesten vagyunk, már otthon vagyunk. Csütörtök este. Hát, hogyha a szállodában lettünk volna, akkor közös meccsnézés. Levegyünk az aulában, érted, és együtt néztük volna. Hát szurkolunk nekünk, tényleg legyen, de hogyha valami nagyon csúnya zakó lesz a vége, tehát a történeti múzeumban is morgolodnak majd, hogy ezeknek adtuk oda Hadik András kardját. Na, drága hallgatók, jönnek a legfrissebb hírek, közben mondjuk, hogy a helyszínen úgy kell regisztrálnia, valaki szeretne magának kulcsot, hogy kell csinálni valamelyik Suzuki-val egy kis selfit, jó? Ez nagyon fontos, selfizetek egyet valamelyik kis Suzuki modellel, és be kell mutatni ezt a hostess lányoknak, a hostess lányok pedig cserébe adnak majd egy kis játékkártyát, amit ugye ki kell tölteni. És minden adásban, az adás végén húzunk valakit, aki az napi adásnak a nyertese lesz, ő lesz majd egy boldog kulcstulajdonos. Nagyon fontos, hogy aki nincs a helyszínen, az
bebukta, itt kell lenni. Vagy visszajönni, vagy itt maradni, vagy igen, több variáció nincsen. Végig megvárni, vagy visszajönni, mert hogy 10 előtt húzunk majd valakit. Jó? És ő már biztos, hogy ott lesz Pesten majd, amikor sorsoljuk az autót egy kulccsal a kezébe. Tehát szabadnak kell lenned pénteken, egy ilyen utazást be kell vállalni. Hát, de megéri. Ennyit azért megéri. Igen. A mindenik az 6 az 1-hez, 6 vagy 7 az 1-hez, ugye, hogy legyen egy autód, úgyhogy attól függ, hogy eljön mindenki. Ha elteszitek egymás lábalól, az Esztergomiak a pécsieket, a debreceniek a győrieket, akkor az is lehet, hogy egy valaki áll majd ott pénteken. Szia, szintén a sorsolás, igen. Na, úgyhogy mi elmenjünk egy kicsit hírezni, szelfizetek, regisztráljatok, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Gyűszi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 9 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt! Itt vagyunk, megjöttünk, és várjuk a játékosunkat, mert hogy a helyszínről választunk ilyenkor mindig játékost, rutinos hallgatóink már nem is jelentkeztek annyian SMS-ben, mert tudják, hogy a kitelepülés van mindig a helyszínről játszunk. Így is van. Így van, úgyhogy már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Sziasztok. Szia, hogy hívnak? Imeldának hívnak. Imelda. Imelda. Igen. Azt, ami hát ezt csak kell írnom, ezt mondom megjegyezni. Nagyon jó. A csak mondták, hogy mondja meg, hogy ez egy német eredetű név, és erőst és hatalmast jelent. Ja. Das ist schöne Name. Imelda. Imelda, kivel szeretné játszani? Hát, és miért pont Janival? Nem. Engem is több dolog is frusztrál. Például az, hogy megint én kaptam azt a széket, aminek nem lehet felemelni. Legalább az illúzió legyen nem, már. Nem, reggel én kaptam, csak kicseréltem, amikor még nem voltál itt. A padlón ülök. Imelda kivel? Akkor Janival. Ez a beszéd. Miért hagyod magad, érted? Jól döntöttél. Nem, Balázsral akartál játszani, játszál Balázsral. Nem mondta. Ő gondolkozott, és végül téged választott. Na jó, legyek én. Indítjuk az órát. 3, 2, 1, és tessék! Imelda, honnan választották anyuék ezt a nevet? Egy lovagregényből? Hát úgy volt, hogy lehet, hogy Mercedes leszek, vagy Imelda. Mercedes? Igen. Micsoda trükk! Micsoda! Ugye! Na, jó, rendben. Ez hamar ment. Így van, igen. Hát ez a mercedeses poént, ezt nem lehetett kiadni, erre még rá tudtunk volna fűzni 4-5-öt. Viszont, mivel kitelepülésünk van, és mivel valahol ott legbelül maradt bennünk valami jó is, ahogy ugye hát Darth Vaderben talán, adunk neked egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Nincs tétje a játéknak. Mert hogy van, de még sincs, mert ma mindenki kap. És ha nem azt mondtad volna, hogy anyék Mercedesnek akartak nevezni az Imelda helyet, hanem mondjuk Suzinak. Igen. Akkor két csomagot értél. Imelda lett volna a kis vitara. De aztán nagy vita alakult ki belőle. Igen. Imelda, köszi. Nagyon szépen köszönjük. Puszi, aranyos, hogy így eljöttél. Ciao. Hello. M3-as autópálya Budapest felé Magyarod után lépésben lehet haladni. Arni írta nekünk, Debrecenben nagy köd van, ez pedig küldte nekünk, tessék szelfizni, elkészíteni a fotókat valamelyik Suzuki modellel, aztán oda menni a hostess lányokhoz kérni regisztrációs kártyát, kitölteni, ha autót akartok nyerni. Máshogy nem adjuk oda, csak ezen az úton módon. Pontosan így. Úgyhogy tessék kiparkodni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Morning Show, Nagy Őszi Show, Nagy Őszi. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt Debrecenben. Hello, drága debreceniek, nagyon hideg van, bírjátok? Elképesztő, hogy milyen idő van egyébként, mert Pestről, Pécsről, ahol várnak bennünket, azt írják, hogy szikrázó napsütés, gyönyörű idő. Hát ez itt egyelőre egy kicsit csúszik, de ekkora különbség van egyébként a kelet és a nyugati országrész között. Igen, hogy... mert az egyik keleten van, a másik nyugaton. Igen, igen. Ez az, Feri, ezt szeretem menned. Ez, az eszed, lát, így van. Penge vagy, öcsém, penge vagy, már kora reggel. De látod, mindenki mennyire jól bírja itt, aranyosan igen. Áldogálnak. Igen, aranyosan áldogálnak. Azt nézem, mindenki. Ki a beszédképes. Jó a tejánk? Jó. Citromos? Én főztem. Az fogalma nincs, ezt mondja. Én csináltam, reggel megpucoltam a citromot, elmentem teafilterért, úgyhogy a puha kis kacsommal itt szűr citromlevet öntöttem bele 3-4-6-kor, úgyhogy úgy ígyátok, hogy minden mozdulat, minden mozdulatom benne van. Igen, és megmosta a citromot? Persze, de a kezét nem. A kezemet nem, igen, de a citromot igen, hiszen Biogabi megtanított bennünket, hogy a citromot meg kell mosni, ugye? Na, egy ajándékcsomagért, ki emlékszik arra a vegyületre, ami rajta van a citromon, tessék. Igen? Ófenilfenol. És tudja. De honnan? Ezt nem hiszem el. Igen. Kaj? Jó, hát mi vagy könnyű. Te?
Vegyész. Egy komolyabb készpénz összeget felmertem volna tenni, és senki nem tudja megmondani, hogy jó fenil, fenol, az a vegyület, amivel kezelik ugye a citromot, és ugye ez, ha jól mondom, ez talán ilyen gombaülő, ugye? Fogalmam sincs. Annyira nem vegyész, annyira nem vegyész. Ez egy gombaülőszer, képzeld el, hogy ezt elmondta a Gábor nekünk nagyon régen, és ugye ezért nem szabad egy limonádéba, meg különböző koktélokba a citromhéját beletenni, mert elvileg, hát nem biztos, hogy ez kioldódik, de kioldódhat, és én mindenféle gombaülőszereket iszik meg az ember. Minden esetre egy ajándékcsomagot azért felérdem ezt. Kiveti belőle minden, Gianni? Persze, csak a zacskó. Kicsit beleraktam egy fél klinker tégle. Hogy hívnak? Nem mondtad még a keresztet. János, Vadon János. Ja? Ádám. Szoktad hallgatni Biogabinkat csütörtökön? Szoktam. És? Jó. Na, kiváló. Jó, hát nem vagy egy bőbeszédű ember. Amikor a szakmába vág, akkor jó. Értek egyet. Inkább pedig értek egyet. Erről van szó. Na, vajon miért? Hát miért? Ugyanott állnátok egymás mellett a tornasorban. Igen, hasonlóan magasak, igen. Szóval húljon a malac, szúrjuk meg az állandon, együk meg a kóbászt. Együk meg. Olyan csülköt kaptunk, érted, most is, gyönyörű, frissen sült kolbász. Az jó, azért az jó tud. Lehet vitatkozni itt az ófenil. Jó van. Nem tudom mi ez, fenol. Nem érdekes. Meg. Nincs azzal baj. Egyébként finom az. Egy jó kolbász, egy jó csülök, jó az. Jó az. Na, na. Csak óvatosan a jó kis bekérdezésekkel már viszonylag gyorsan fonynak az a légcsomagaink. Megmertem volna esküdni, hogy erre senki nem emlékszik. Ó, fenil, fenol. Na, Bali, megkaphatom-e a bögrédet? Kérdezi valaki, gyerekek, mutatom, ez a bögrém. Az. Tehát egyelőre ez a bögrém, annyira spórolunk már, hogy Balinak sincs bögréje. Nem, csak én teátítam ebből a műanyag pohárból, de ha lesz egyszer még bögrém a mai napom, akkor valaki megkaphatja. Mondjuk aki írta az SMS-t. Hát de ezt lehet, hogy ez a papírpohár is kell. Kell valakinek a Bali papírpohára? Aláírom, aha, szívesen, aha. Egyébként. Ott jelentkezik előtte. Hogy hívnak? Hello. Judit vagyok. Judit. Szeretnéd? Én írtam SMS-t. Hogy? Hát ilyen 4 óra körül írtam, fél 5 körül. Semmit nem bízol a véletlenre, 4 órakor SMS-t írni, azért az igen. De akkor egyértelmű, hogy te érdemled. 4 óra, de ezért fölkeltél, vagy már fönt voltál? Ezért keltem fel. Csak az SMS-ért, és aztán aludtál tovább? Nem, is aludtam. Hoppá. És meg is küldted? És nekünk? És azt írtad, hogy kell a bögre? Hát hasonlót, megnézhetitek. Nem emlékszik, félig aludt. Figyelj, mikor írtad? Fél 5 körül. Fél 5 körül. A rohadt életbe. Várja, nem, legtöbb ezer. Vissza én? Nem, mert Jani megtalálja, mert ő ért az SMS falhoz, én kevésbé. Aha. Az SMS falhoz is. Én 6 óra 1-ig látom most az SMS-eket egyébként, de János nagy kutató, ő megtalálja. Aha, megvan, azt mondja, hogy kedves Balázs, tudom, hogy családos ember vagy, nem, de egy bizonyos életkor felett már minden nemet nagyon bánni fogsz. Tudok titkot tartani, tudod? A te Juditod. Igen, nem mondom el senkinek, hidd el, tudok titkot tartani. A legfontosabb jelszó, diszkrét vagyok. Fél 5-kor az alaksorban a konditeremnél várom. 3-szor pisszelj, 2-szer kopogj. Figyelj, lementem egy kis papucsba, egy köntösbe, de nem nagyobb. Aludjál már, nagycsönk! Valaki visszakiabált. Na, regisztráltál egyébként? Igen. Csináltál szelfit? Igen. Jól van, ki az, aki még nem szelfizett valamelyik Suzuki modellünkkel? Tessék lelkesen szelfizni. Mindenki? Jó? Mindenki? Mindenki szelfizet? Szelfizze te is, jó? Mindenki, gyerekek, mindenki szelfizze, mert hogy így lehet ugye benevezni a játékra. Csináltuk egy szelfit valamelyik Suzuki modellel, így gyerekek most annyi van, mint régen az oroszok. Tényleg, hány modell van itt? 4 vagy 5? 5 modell, ki van ide rakva, bármelyikkel szelfizhettek. És csak mondom egyébként, hogy az a zöld ott, az a Zámbó család kedvenc autója, Jimmy. Ugye? Az egy Jimmy, nem? Jimmy. Igen, az egy Jimmy. Szóval, hogy szelfizni kell valamelyik Suzuki modellel, és ezt a szelfit meg kell mutatni a hostess lányoknak. Aztán ők adnak ilyen kis kártyácskát, azt kell kitölteni, beletesszük egy ilyen kis küblibe, vagy urnába, vagy bármihez. Urna, az is jó. Igen, az urna is nagyon jó. És 10 előtt kihúzunk egy már-már majdnem autótulajdonost, ugye? Hát ő már majdnem autótulajdonos. Hát benne vagy a legjobb 6-ba azzal. Hát attól függ, hogy hányan érnek oda, ugye ezt látom. Igen, egymásnak tényleg, ahogy beszéltünk erről, elteszitek lábalól, akkor kevesebben lesztek. Szóval meg lesz pénteken ugye az 5 helyszínről az 5 játékosunk, plusz meg lesz egy valaki, akit SMS-en keresztül választunk majd ki, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik nincsenek itt, mert ha elküldött bármelyik Suzuki nevét SMS-ben, akkor szintén benevezel a játékra. Csütörtökön választunk majd az SMS-t küldők közül, addig küldözgessétek lelkesen, így lesz meg tehát a 6 kulcs tulajdonos, és mindössze 5 másik embernél kell annak drukkolni, hogy ne az ő kulcsa, hanem a ti kulcsotok nyissa az autót. Ennyi. Tehát 6 az 1-hez, ha már bekerültetek ugye egy-egy városban, ott egy kicsit több az 1-hez.
mert ott több száz embert kell legyőzni. Na milyen matekos, hogy összetettem? Nagyon, azért van itt gúzsa. Senki nem mondta nagyon, senki se senki. Érted, amit mondott a Balázs? Értettem. Király, látod, mindenkire meg vagy. Na jó, akkor nem mondtam. Nem mondtam, túl bonyolultam. Jól van. Tök érdekes egyébként, hogy végignézem a különböző Suzuki modelleknek a jelzőit, hogy minthogyha az én karakteremből rakták volna össze az összes, az életre való, az energikus, a takarékos, a sokoldalú, a kalandvágyó. Hát ez én vagyok. Ez mind te vagy? Aha. A sokoldalú és a kalandvágyó? Uh-huh. A takarékos, azt értem. Illetve az összkerék meghajtás. Igen, és az extra kötfényszórót a fejeden is. Igen, és van adaptív tempomattam. Igen. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mit írnak, ami drága hallgatóink. Nagyon sok van, és tényleg két részre szakadt az ország, de nem úgy, mint három részre 1541-ben, hanem kettőre. Van, ahol jó idő van, és ezt is tudom. Köszönöm Istenem, hogy bejegyünk dolgozni. Ja, most mit csinálják, vannak hibáim. Vannak hibáim, az egyik, hogy értek a történelemhez. Hát nem tudok mit csinálni. Na, azt mondja, hogy trafiban az M5-ösön Balázsjánál, Pest irányában Kornél küldte nekünk, a Csorna farát tejköd, látótávolság 50 méter, tehát azért most ott a másik oldalon is van baj. Tízes út már most áll a Solymári körforgalomtól, Anikó küldte nekünk, Vecsés Üllőközt gázolt a vonat, te jó Isten késnek. A vonatok a Budapest-Szolnok vonalon, Szlovi üzente nekünk, úgyhogy mindenki, aki vár, az tartson ki, Budapest-Szolnok vonalon nagy a késés. Abony-Debrecen vonat 30 perc késés, ez lehet, hogy ugyanaz? Ez lehet, hogy ugyanaz, nem? Abony, akkor igen. Mint a Budapest-Szolnok, Abony-Debrecen, nem. Hát nem. Ez nem biztos, hogy ugyanaz. Fogarasi úton kifelé. Ugyanaz. Aha. Ugyanaz, itt na, mondják. Ugyanaz? Ugyanaz. Hát azért mondtam én még, is, hogy ugyanaz. Még egy gyors változtatás az előbbi. Te mit mondasz, ugyanaz? Nem ugyanaz. Akkor nem ugyanaz. Nem? Ugyanaz. Nem? Jó. Nem. Valaki vitatkozik? Szerinted? Senki? Ugyanaz. Ugyanaz. Nagyon na jó. Ki az, aki tartózkodik? Tartózkodom. Nagyon helyes. Aki rajta ül, úgy is tudja. Aki várja, azt szintén tudja. Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos előtt mérnek a fiúk. Köszönjük. Valamint Monor és Ferihegy között áll a vonat baleset miatt. Ez valószínűleg ugyanaz. Ez valószínűleg. De most melyik ugyanaz, a Szolnok vagy az Abony? Vagy melyik ez az? Az? Ez az. De ez melyik az? Ez az. Ez a Szolnoki vonat. Azt tudom. Most indul el? Nem mindegy. Most indulnék Máté Szalkáról hozzátok, de olyan nagy ködve, hogy nem találom az autóm. 104 küldte nekünk. Ó, ami drága jó 104-ünk, Debrecenni egyébként sokszor meglátogatott minket már kitelepülésen. Úgy emlékszem. Remélem. Azt mondja, hogy én most indultam Debrecenbe Budapestről, de sajnos nem tudlak meglátogatni benneteket, mert többe lenne a bünti, mint a nyeremény, ha 40 tonnással oda parkolnék. Szusza küldte nekünk, hát csak gyere el, integess be nekünk, Jani, visszainteget, tudálj egyet. És aztán mehetsz vissza. Azt mondja, holnap visszatérek veletek Pécset találkozó, Elvis a Szóminátor küldte nekünk. Jaj, Istenem. Tekintve, hogy egy 20 éves Opel Corsa családi autónk, plusz lelkes rajongótok vagyok, és egy vagyont költöttem SMS-re, igazából megérdemelnénk egy Suzuki Vitarát. Puszi Betty. Hát ezzel a Suzuki Vitarával jelentkezett ő a játékra. Mert hogy elküldte, hogy Suzuki Vitara, meg lehet ezt indokolni szebben is, mármint, hogy nem ennél szebben, hanem nem kell csak annyit írni, hogy Suzuki, hanem írhatok mellé egy történetet is, ha akartok. Azt mondja, hogy ha kulcs nélkül nyitom az autót, akkor vihetem? Hogyne? Hát már csütörtök este ki lesznek állítva a West End előtt az autók, ha feltöröd, elviszed, amíg meg nem talál a rendőrség, amelyiket akarod. Full gázon pöröghetsz fel a Hősök terén, kettesbe üveghangon, egészen nyugodtan. Azt mondja, hogy tegnap este végig azon gondolkoztam, hogy ma suliba vagy dolgozni menjek, aztán végül a meló mellett döntöttem, mert ott legalább végig tudlak titeket hallgatni. Zoli küldte nekünk. Köszönöm szépen. Na, kötelező futballoktatás, ki hallott erről? Édes, hát azért egy mondatot erről beszéljünk, én mindig így vezetek fel egy témát, hogy egy mondatot erről beszéljünk, aki ismeri a műsort, tudja, hogy ez nem egy mondat lesz. Kötelező futballoktatás, hát ez egy érdekes téma, ugye? Mert hogy a futballoktatást szeretnék kötelezővé tenni, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma már be is nyújtotta azt a kezdeményezést, hogy heti két órában az általános iskola első osztályától oktatná a futballra a fiúkat és a lányokat. Ami ebben igazán megdöbbentő, hogy a lányokat is. A lányokat is. Hát azért több megdöbbentő van benne, mert most minden nap van tesi óra elméletileg, ugye ez most már kihirdettük. Így van. Így van. Tehát most ebből kettő majd foci lesz, vagy a két foci az pluszban jön be ebbe a dologba. Tehát van egy tesi órád. Hétvégén is szombat-vasárnap foci. Szombat-vasárnap focizol, vagy nulladik óra lesz egy tesi, az első, az meg egy foci. Érted? Hát tehát, hogy pluszba jön be? Vagy alapvetően például, amikor nincsen állandó terme egy osztálynak, akkor két osztályterem között is labdát vezetnek. És akkor az 5 perces szünetekben le tudod, az egy óra foci edzés. Én azt látom, hogy ebben a dologban van ráció. Tehát ami nem megy, azt oktatni kell, ugye? Aha. Hát mindenképpen az alapoktól kell kezdeni, tehát ha elsőskorban elkezded, akkor ez lehet, hogy jó lesz. Na de ha eleve ott van, hogyha valamit azonnal, tehát kötelezővé tesznek, az ember úgy működik, hogy az már egy kicsit utálja. Nem így van?
Tehát nézd meg a kötelező olvasmány, nézd meg a kötelező órákat, a kötelező foci oktatás lesz, akkor arra már egy csomóan immelámmal mennek el. Tehát ez nem egy jó hangulatú labdakergetés. Nyilván a fiúk szívesebben mennek, ők egyébként szeretik a focit velük, ez nem kiszúrás. De én, aki életemben egyet nem tudtam dekázni, akkor velem mi lesz? És akkor is nagy mázlid volt, ha az egy összejön. Hát, tehát, hogy ugye örülök. Aki megdobott egy labdába, és azt mondta, egy. Megvagyok, fejbe dobtak egy medicinlabdám, egyfelé jó, megvan a kettest kapsz? Vagy lehet buktatni fociból? Mi lesz, igen, hogy a fél Magyarország majd megbukik fociból? Tehát ez hát a kötelező tantárgy, akkor ugyanúgy, mint a testnevelés, te ezt akkor majd ugye hát osztályzatért csinálod. És hát amilyen kétvallábasak vagyunk, bár gyerekkorban egyébként a kisfiúk ügyesek, később rontják el őket, amikor már elmennek. Hát soha nem voltam profi edzőköz. Mi lett volna, hazamentem volna, én ittem volna egy kettes. Egy esemnyő cselből! Egy nyomorult esemnyő cselből! Kettes! Hát kinek a fia vagy te? Igen. Ez lett volna a reakciója apámnak kb. Te tényleg az lesz, hogy dekázásból kettes vagy hármas? Vagy meg buksz dekázásból? Ez elképzelhető? Rákóczi álljon oda a sebestjénél, épp bőrözze be. Na. Kérdezzük meg egy-két lányt például, hogy a lányok mit szólnak a foci oktatáshoz? Hát annyi fiatal csaj áll körülötted, hogy ők gyermekkorban focisztak-e például? Mert egy lány már reagált rá egyébként Kunhalmi Ágnes személyében, és kikérem magamnak, hogy azt mondta, hogy még jó, hogy az Orbánnak nem a sziklamászás a kedvence. Hát én picit csalódott vagyok. Te jobban örültél volna jobban neki. Hát a felvetés, bocsánat, csak egy másik érdekes, tehát hogy ha felső vezetőink mondjuk hegymászás szeretnék, akkor mit, hogy lerohannánk Nepált? Vagy mit csinálnánk? Hadatüzennénk Nepálnak, és megtámadnánk Nepált, vagy ha vitorlázni szeretnének, akkor visszafoglalnánk Horvátországot? Tehát mi lenne, érted? Isteni szerencse, hogy a futballt kedvelik sokan, nem? Igen, vagy nem az origami hajtogatás. De például azt mondják, hogy Márton mindenkinek kötelező az iskolában a hegymászás. Debrecen, mit csinálsz? Hát, mondom. Békés mondom. Csaba. Mi van ott? Ja, a fórumra, erre ja, már tényleg, ugye elméleti sík. Ledobunk két kötelet, és lehet hegyet mászni. Mondom, tényleg, ha megtámadjuk Nepált, nincs más. Egyébként abban a szempontból nyilván nem rossz, hogy koordinációt tanulsz, csapatsport, megtanulsz csapatban gondolkodni. Tehát van ennek előnye, csak ugye hát tudjuk, hogy hát csak eredménye nincs. Uh-huh. Eredménye ugye? Nincs meg, hogy most tehát ez így kicsit nekem erőltetett nyilván, hogy azért, mert néhány ember az országban vezető politikusként szeretik a focit, akkor azt mondják, hogy legyen kötelező a foci oktatás, nem? Tehát ennek a szájíze rossz, nem magával a futballal van a baj. Igen. Nem, de azt, amit te mondtál, csapatszellemet, meg a sport, az amit kézilabdában is meg lehet tanulni, meg a kosárban is ugyanez van. Igen, de az sem mindegy, tök igazad van, Feri, de az sem mindegy egyébként, hogy a magyaros vonalon indulunk el, vagy pedig külföldi mintát veszünk például, mert ha a magyaros vonalon indulunk el, akkor simán előfordulhatnak olyan szituációk, hogy gyerekek, a múlt héten ugye voltunk a fodrásznál, most akkor megtanuljuk, hogy kell állni a lambó mellett. Igen, merre nyílik a lambó ajtó, kifele vagy fölfele, ülj le Pistike, fociból egyes, felfele nyílik az ajtó. Felfele, hát hány literes a Cayenne-nek a tankja? Nem, 100 literes, ezt már Gyugyi is megmutatta, csak 75 literes, ezért robbant levele a Lánchídon. Na, csajok, tessék, ki az, aki focizik? Hello, hogy hívnak? Én Kinga. Kinga? Én elkezdtem focizni a suliban, és néha zoktam a fiúkkal. Komolyan? De 6 fiú van összesen, úgyhogy nem nagyon tudunk. És a többiek csajok? Igen. Milyen iskolába jársz te? Ide, az Adiba. És ott ennyire kevés a fiú, vagy Debrecenben mindenki lánynak születik? Hogy mi történik Debrecenben? Csak később átműtik magukat, vagy miért? De mi, hogy ilyen kevés fiú van? Hányan vagytok csajok? 32 lány és 6 fiú. Istenem, 6 fiú, várja. Ha én egyszer újra születek, hadd gyárjak ilyen iskolában. Nálunk 4 lány volt, olyan rondák voltak, hogy hallott, hogy semmit. Tehát komolyan. És beálltál focizni? Igen. De miért? Mert sokkal jobb, mint mondjuk aerobikozni, vagy valami. Ne mondd már! Most hogy örülnek fönt, ha ezt hallják? És az asztalra csapnak, hogy igen! Na hát ezért vezettük be. És hogy ment a futball? Megvertük a 10-eseket. Igen? Nem miért kell ezeket bántani? Igen. Mi baj volt elő? Mi is sokat bántottuk a kicsiket. És mit játszottál? Milyen pozíciód volt? Hát mondjuk kis pályán össze-vissza. Semmi. Tehát nincs beosztva. Igen, kis pályán össze-vissza rohangál az ember. Köpködni kell. Nem. Hát mit tudom, én láttam egyszer egy meccsen, az volt mindenki. Hát az nagy pálya, az nagy pálya. Kis pálya, a torvaterem, elcsúszol a linoleumon, az a baj. Na de látjátok, mert náluk is úgy mentem, hogy a nagy válogatottnál. És mi volt a posztot? Nem tudom. Rohangáltuk keresztül, kasul jobbról, balról, jobbról, aztán nem kaptunk. Mondták, szaladjunk ki balra, mindannyian kiszálltuk, azt jobbról támadtak, azt kaptunk. Aztán frissítettünk, utána pedig bocsánatot kértünk a meccs végén a szurkoló. Igen. Na, még leányokat, leányzókat kérdezünk meg, hogy ki az, aki futballozna. Te futballoznál, ha kötelezővé tennék egyébként? Ha kötelező lenne, akkor biztos. De egyébként nem nagyon. Jogos. Nagyon szép. Örömmel futballoznál, ha kötelező lenne? Régen mindig szerettem volna focizni, csak nem volt, aki megtanítson.
Van a fiú testvéreid? Azért szerettél volna? Régen focizni, nem? Nem. És most mit sportolsz? Hát jelenleg otthon tornázom. Tévé azt előtt aranyosan. Hát jó, ez tök jó. Az otthoni torna. Otthoni torna, az nagyon jó. Négy ütemű fekvőtám, az hajolgatsz egy kicsit. Az a tiéd, nem? A négy ütemű? A legnagyobb vagyok benne. Úgy négy ütemű fekvőtám azon, mint senki. Nem, meg fogsz repülni, már azért fejlődött ez a dolog is egy bizonyos irányba az utóbbi 20 évben. Igen? Igen. Tehát bennem arról egy kis kék-fehér csikos melegítőben. Arrhúzás, jobbra, balra, és elém. Na ki az, aki még futballozik? Tessék, csajok, mondjátok nekünk valamit. De fociznál? Hát, kiskoromban fociztam. Testvérem van, egy bátyám. Amúgy, ha muszáj lenne, akkor igen, én is. Ugye? Hogy suliba. Látjátok, van itt hajlandóság. Nem kéne erőltetni amúgy ezt a focit itt Magyarországon. Hogy nem kéne erőltetni. De mi van, ha jól gondolkoznak, és azt mondják egyébként, hogy egészen fiatalkorban már tök jó, ha elkezdjük. Mert mire odaérnek, hogy esetleg tényleg számoljanak velük, addigra már megtanulnak, nem? De nem hülyeség. Ez oké, de például a lányoknak miért kell csinálni? Azt én sem értem. Tehát, hogy... De, hogy? Ők legalább tudnak focizni. Ja, hogy ők tudnak, a lányok tudnak focizni. Melyik az a sport, amit szívesen csinálnál kötelező jelleggel? Aha, látom, hogy nem ütött a kérdés, nem talált be. Semmit? Hát én aerobikozni szeretek, vagy kengú, vagy... És akkor mi lesz egyébként? Tehát átalakítják az egész iskolát, írja egy hallgató, jó a felvetés, hogy akkor mit tudom, a menzán lesz csütörtökön szotyi, és az lesz a menü, hogyha futballozol, akkor tanulj meg rendesen. Szotyi, balra öntöd be, jobbra, mint egy ilyen cséphadaró, köpöd ki, mint ki magadból, és megtette mindent, ami a focival együtt jár. Ott maradsz majd fakultatíve, tényleg messze köpni, szotyit enni. Tehát egy csomó minden van, nem? Amit a focival kapcsolatban meg kell tanulni. Hát a nyilatkozatokat meghallgatva, ugye a többi tantárgy az mehet a lecsóba, tehát tök fölösleges más tanítani. Nem? Spori. Na mindegy, hát kíváncsi vagyok. Nem egyszerű. Maga az elképzelés egyébként nem rossz, hogy mozogjanak meg, sportoljanak. Tehát amíg arra azt önzik őket, addig igen, csak ez a kötelező, szerűen tanuljunk futballt, ez így ebben a formában nem túl szerencsés. De mi lenne, ha Simicska lenne az első ember, akkor kungfuznánk mindannyian. Igen, figyelj, ha én lennék ebben a pozícióban, az egész ország teniszezne, az biztos. Az egész... De örülnék neki! Megfogarnám veletek a teniszidő, épülnének a teniszpályák, és teniszütő, teniszeznetek kellene. Az egészen biztos. Te mit csinálnál? Ha te lennél, mit csinálnánk? Falat másznál? Hát egyértelmű, sziklát másznál. Kosárlabda száműzve lenne. Megszüntetnék az összes klubot. Ha Feri lenne a miniszterelnök, akkor mit csinálnál? Akkor kolbásztöltés, érted? Időre. Sem időre, hosszú távú, így van. Két kiszakadt a bél. Környezetismeret, matek közben, hogy őrd meg a disznó? Mit teszik a malac? Így kezdjük, fődolgozása, hasznosítása. Mit tanultatok már, torkonszúrás? Öld meg időre a disznót egyébként, igen. Na jó van, hát kíváncsiak vagyunk, minden esetre mozogjanak a fiatalok, nincs ezzel baj. Játszunk egyet? Mit szóltok hozzá? Ki akar játszani? Kinek jó a térlátása, ki van családban, kik jöttek többen, kinek van itt a gyereke, ez mind nem számít. Nagyon fontos, hogy ki az, aki csak játszani akar, mert egy hétvégi tesztvezetés lehet nyerni. Már megvan? Már megvan. Azt mondja, hogy már megvan. Ne haragudjatok, a hostess lányának itt van a családja, és muszáj volt őket játszatni, úgyhogy bocsássatok meg ezért, jó? Ne haragudjatok. Na, elmondjuk, hogy mi a játék, jó? Elmondjuk, hogy mi a játék, kimegyünk, és visszük a kockát is, mert van egy nagyon népszerű műsor. Hova menjenek? Aha. Ja, oda, menjen, aki játszik, menjen oda. Oda, előre. Keressétek az óriást. Itt vagyok, én vagyok az. Na. Miért mondta ezt a van egy népszerű műsort? Ugye nem akarod promózni a Nóri új műsort. Tudod, hogy majd lesz belőle. Nem. Nézitek, hogy gyertek át szombat estét, ami nagyon népszerű az RTL-en? Nagyon helyes. Nézitek, hogy legyen jövőre is. Minél többen nézitek, annál jobban lesz jövőre is. Hello, na kik a játékosok? Itt van egy idenév. Hello, hogy hívnak? Szia, Máté! Hello, Máté! Ciao! Ki a másik csapat? Dávid és Zsani. Tehát Máténi? Erika vagyok. Erika. Jártok? Persze. Hú, gyerekek, annyi név jegyezted? A Mátéig jutottam. Az a lényeg. Na, figyeljetek ide. Van egy puzzle játékunk, ami arról szól tulajdonképpen, hogy van négy darab kocka. Azért mondtam, hogy nézitek a gyertek át szombat estét, mert ott van egy hasonló játék. Hasonló, így van. A kockákból kell kirakni valamit úgy, hogy összeálljon egy értelmes képé. Ugye minden kockának hat oldala van, és az a lényeg, hogy megtaláljátok az összeillő oldalakat, és kirakjatok. Melyik ez a műsor?
Te szemét. Te szemét. Na most gyerekek, közben... Ha még nem mondtam volna, gyertek át szombat este. Igen? Amíg nézitek a képeket, ugye autórészek vannak rajta, kivéve egy fotót. Felhívnám a figyelmeteket Sebestyén Balázs gyerekkori képére és frizurájára. Ez szarsz olyan jó. Megőrülsz. Igen. Tetszik itt a Balázs? Nagyon. Ugye? Szuper a hajam. Hát igen, ilyen nem lesz most egy évig, vagy két évig. Mert kettő. A rohadék nem akar rágyújtani még mindig, úgyhogy megszívtuk. Nagyon megszívtuk. Mondjad? Csak azt akarom mondani, hogy az autónak a kirakása a cél, tehát hogy csak a poén kedvéért meg, hogy jól szórakozzatok, ne rakjátok a Ferinek az altestét az én fejem alá, jó? Igen. Na, mondjuk azon hallgatóinak, akik nincsenek itt, ugye, négy darab kockánk van, a kocka mindegyik oldalán egy-egy mozaik részlet. A feladatotok annyi lesz, hogy kirakjátok ezt a négy kockát úgy egymás mellé, hogy egy képet kapjunk, ami stimmel, és mindegyik kockán az az oldal van ott, vagy az a részlet van ott, amiből ugye önálló életre kelhető kép lesz. Nagyon fontos, hogy bármelyik Suzuki modellt kirakhatjátok, azt érdemes kirakni, amit el akartok vinni tesztvezetésre, ugyanis ha két csapat van, akkor az egyik értelemszerűen gyorsabban fogja kirakni az adott képet. És ha kirakjátok azt a modellt, amit elvinnétek, már tiétek is az a modell egy hétvégi tesztvezetésre. Jó? És a képet rakjuk? Akkor a Balázsral mentek hétvégézni. Akkor ennyi, én a tiétek vagyok egy hétvégi tesztvezetésre, három napig jövök, megyek, bevásárolok, főzök, mosok, takarítok. Amit akartok. Most azt gondolhatjátok, hogy egy szimpla barkóba azért jobban jött volna, de nem olyan bonyolult az egész. Tehát, hogy higgyétek el, tényleg nem bonyolult. Sőt, lehet látni egyébként az autóknak a rendszámtáblája a helyén, ott van a modellnek a neve is. Úgyhogy így rögtön van. Tudni fogjátok, hogy mi az, amire érdemes rárepülni. Melyik csapat kezdi? Máté! Jó. Akkor Máté, kezditek? Nem tudunk. Jó. Egy percetek van. Ha egy perc alatt egyik csapatnak se sikerül, akkor választunk valamelyik. Választunk valakit, és akkor... Hát aki gyorsabb lesz. Hát ha nem sikerül... Hát csak ki tudják rakni. Hát csak kirakják be. Most négy kockából ne szórakozzam. Na, indulhat a dolog? Akkor óra indul, tessék! Na, hát kérem szépen Máté, egyelőre. Máté arrébb húzta. Melyik modellt rakjátok, azt tudjuk? Majd kiderül menet közben. Aha, tehát nincs kedvenc. Én a Feri fejét mindenképpen felraknám a Vitara motorház tetőjére, mert az... Egy aranyos kis Jimnivel fogtok menni, úgy tűnik. Feri, te látod szemből a dolgot, sikerül-e? Meg vagyunk. Nem, szerintem az még nem stimmel. Most! Úgy, állj meg az órát! 25,1 másodperc! Nem ezt akartuk, de ez volt itt szem előtt. Így van! Új csúcs! Ez volt az első játék. Így van, így nem volt nehéz beállítani. 25 másodperc alatt kiraktátok a Zambó család kedvenc autóját, a Jimny-t. Így van, a Jimny-t. Hát arra számítsatok, hogyha mentek, hogy ez ilyen terepjárós autó, tehát hegyekbe nyugodtan lehet vele csapatni. Jó, úgy tervezitek a hosszú hétvégét. Kettesbe 100-al üveghangod, 4000-es fordulattal, brutálisan járásátok meg. Na, csak mondom, hogy most ezt nem ér újra kirakni. De nem, én mondtam neki, hogy erre gyúrtam. Mondom, mennyire jó ötlet. Erre gyúrtam. Azot külön erre gyúrtam. Igen. A Jimnyre? Igen. Zámbó rajongó vagy? Hát majdnem. Énekeljük együtt azt, hogy nézd le rám. Figyelj, de miért nem rakod ki valamelyik nagyobbat? Hát itt még... Hát mert ezt tetszik neki. Most ki lehet rakni ugyanazt? Persze, csak keverjük Igen. össze. Igen. Csak keverjük össze. Jó, hát keverjük össze akkor, jó. Na. Figyelj, ez egy roadshow, hogy bármi megtörténhet. Itt vannak az autók benne, a sluszkulcs, mindjárt bármelyik, bárki bármelyiket, nyugodtan. Jó, miért nem rakjátok ki valamelyik más? Ezt akarjátok? Jimny? Jimnyzünk. Hát, ha egyszer tetszik nekik. Jó. Ti egy pár vagytok egyébként? Nem, tesók. Ja, tesók. Jó van. Van jogsid? Van. És jól vezetsz? Nem. Oh! A szponzori ráborult a műszerfarajba, hogy hallja, hogy mi történik, jön ide Debrecenbe, és most félreállt a leállósába. Úristen, ne ő nyerje! Ezért lett volna jobb, hogyha mondjuk a Vitarát raknátok ki, mert ugye az 7 légzsák 5 csillagos törést tesz. Azért az mégiscsak biztosabb. Ja, elvinni egy hétvégére egy tesztautót összetörni nagyon menő szerintem. Köszönjük még egyszer! És így vasárnap este így bedobod a kulcsot. Köszönjük szépen! Na, hát azt rakjátok, amelyiket akarjátok. Egyébként mi mit keresünk a képen? Tehát mi... Fogalmam nincs. Hmm. Azért, mert 5 modell van és 6 oldal, tudod? És akkor mondtam, mi vagyunk az egyik alternatív, hogy hárman állták, hogy mi a szart tegyük. Legyen az, hogyha bennünket raknak ki, akkor bármit választhatnak. Mi legyünk a Joker. Legyen egy ilyen Joker. Nem? Jó. Hát nagyon jó ötlet. Jó. Annyi, hogy nekem állítólag a fotó mesztelen az altestem. Tehát ha azt megtalálják, akkor egy ilyen felül ruhában alul mesztelenül kép ki. Nekem meg a seggem néz előre. Na, mi csinálj, most körülbelül annyit tanakodtok, mint egy diplomamunkám. Mi a terv? Hogy kell megdönteni? Nagyon magasan van a legtetején. Hát én azt leadom nektek. Hát tessék, odaadom. Ide lerakjuk, tessék. Így jó? Aha, jó. Na, mennyi a rekord? 20?
25,1. 25. Na, fiatalok, ezt kell kirakni a kockából, úgyhogy egy értelmes, jól összeálló, minden részletében passzoló képet kapjunk. Oké? Okay? Ne tervezzétek újra a modellt. Mehetünk? Na, óra indul, akkor tessék. Rajta! Na, elkezdték rakni, megy a forgakockatás. Kockaforgatás, az úgy jobb. Igen. De egyelőre, nem látjuk, hogy mi lenne ebből. Na. Ott az eleje. Megvan már valamelyiknek az eleje. Kérdés, hogy ugyanazt rakják-e. Ajajajajaj. Elúszti, látszik a tesztvezetés. Most integettünk a Jimnynek. Szia Jimny, te már nem leszel a miénk. Nagyon jó. Meg vagyunk? Meg. Na jó. Meg vagyunk. Ez egy Jimny? Az? Ez nem az. Hát, de az, jó. Az, biztos, hogy az? Gyerekek, hát ne idegesítsé, már egyedül de ez jó. Az alja nem illik ide. De igen. A többi, a háromnegyede az már jó volt. Meg fura, hogy két motorház tetője. Egyik alul, hogyha fejreáll, hát, akkor is van neki egy. Csak mondom a hallgatóknak, aki nincsenek itt, igen, hogy a négy oldalból, vagy a kocka négy részéből három jó. Aha. Jobb oldalt alul kapott egy teljesen másik altestet az nagyon autó. Nagyon durva, mekkora családi autó, 8 személye. Igen, tehát nagyon nem jön ki a kép. Nagyon nem jön ki a kép. Ez a vonal itt, ez az ajtóvonal egy picit arrébb csúszott, de egyébként figyelj, nem is baj, a 26-7-nél az a baj, állítottam így van, meg. Máték nagyon beúzták ezt így most. Akkor néz ki az autó, ha nagyon rossz a karosszéria lakatosod, tehát akkor úgy néz ki, hogy igen, tehát akkor nincs színben a kettő, picit látszik, hogy törve volt. Hát, drágáim, ez nem lesz meg, jó? Hmm. Ja, csak hogy én vezettem azért. Te vezetted, igen. A szponzor most fújta ki a levegőt, tudod, volt, Okay, de jó, hogy nem a lány, hogy a szponzor nem tud vezetni, most szerezte a jogsiját. Oké, okay. Na, hát akkor sok szeretettel gratulálunk nektek, köszönjük, megvan a tesztvezetés. Van autó a családban? Van. Akkor most ketten tudtok egymással menni. Hát vagy külön, így van, két felé tudtok, hogy együtt töltsétek. Jó, és az országhatáron belül tesztvezessetek, hát ne csomagoljatok, azt irány az ukrán határ, padlógázza. Gratulálunk nektek, használjátok egészséget egy hosszú hétvégére. Jó, próbálgassátok. És egészséget, bőséget, és gyerekáldást, és az előttetek álló hosszú hétvégére minden. Csokoltatok meneteket, köszönjük szépen. Na, mi picit hírezünk, jó, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek egészen nyugodtan. Oven bácsival is játszunk, de nem kell jelentkezni SMS-ben, mert a helyszínről választunk játékost, úgyhogy jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt pontosan, 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Debrecenben, hello drága debreceniek, felszállni látszik a köd, már látszik az áruház teteje. Mindenképpen jó, egyelőre a nap nem süt, legalábbis itt Debrecenben nem, de reméljük, hogy holnap már egy kicsit jobb idő lesz, mert hogy Pécs a holnapi helyszínünk, a Nagy Lajos Király út a sarkán lévő parkoló, ugye ez a Bajcs és a Nagy Lajos Király sarkán van, és ott leszünk holnap Pécset, úgyhogy drága pécsiek, készüljetek, megyünk, jó? Mondjátok szokott, mindenkinek. Így van, a szokott helyszínünk ott a pláza mellett van. Így van. Egy parkoló, ott várunk benneteket, és a pécsiek számoljanak be, hogy milyen idő van most. Bizony. Akkor lehet, hogy holnap ott már napsütés. Írjátok meg, hogy mi a helyzet Pécset, aztán Esztergom, Győr, Budapest, ezek a helyszíneink. Na, nekünk pedig már is megérkeztek játékosaink, Óben bácsival. Sziasztok, Timi és... vagyok. Hello, Timi! Hello, Ibolya vagyok. Hello, megmutatjuk a szignált, aztán már is játszunk, figyeljetek. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Timi, jól hallottam? Igen. Hello, Timi, honnan jöttél? Hajdúbe, Szörmény. És csak miattunk utaztál ma ide? Igen. De drága vagy. 6 óra óta itt fagyoskorunk. 6 óra óta. Agyom, milyen fagyoskor, hát plusz 8 igen. Fok van legalább. Éreztem egy kis leszúrás, mit csináljak? Beszéljek a jó Istenről, süssörök. Menj és leheld melegi a teret. Téged hogy hívnak? Ibolya. Ibolya, egy család vagytok? Nem, barátnők vagyunk. Barátnők, Timi és Ibolya, a két kalandor. Igen. És Ibolya, te honnan? A két kalandor. Ibolya, te honnan? Honnan érkeztél? Hajdúböszörményből. Jól van. Ezt is fölírtuk. Jó van. Mindent jegyzett el. Mi Ibolya, Hajdúböszörmény, 6-tól itt vannak a téren, fáznak, mindent felírtunk. Figyelj, jelentünk, gyerekek. Hát jobb, ha jelentünk, érted? Akkor már tudjuk, hogy ki a beépített. Ki a kém. Kötelező foci oktatás, kémen, gyerek. Én inkább fölírok mindent, ha egyszer bárki megkérdezi, mi történt. Én tudjam. Én is felírom, Balázs jegyzett el. Timi, mivel foglalkozol? Bőrszabászaton dolgozok. Bőrszabászat, emberi bőr? Nem, állati. Állati bőr. Hát a bőrszabászat, a tetoválását az már majdnem bőrszabászat, nem? Ugye? Hát idézőjelesen. Honnan jöttetek?
Ibolya, te mit csinálsz? Szintén én is, csak én már leléptem most. Te leléptél? Igen. Van új meló, vagy meguntad, azt majd lesz valahogy? Hát még nincs. Még nincs. Szelfiztetek valamelyik Suzuki-val? Igen. Töltöttetek regisztrációs Igen. lapot? Bedobtátok? Igen. Nem tudok olyat kérdezni. Tudok olyat kérdezni, amit ne csináltak volna meg. Honnan jöttetek? Ja, igen. Na figyeljetek, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi Benu néni, jó? Figyeljetek. A szokásos effekt, egy héten egyszer leadjuk. Hóban gázolnak. Így van. Nem a tengerben, az biztos. Készülnek a térre. Na, jön egy rövid dalrészlet, jó? Figyeljetek. Ó, nagy klasszikus. Ó, de ezt most én sem tudom, mert nincs előttem a monitor, mert egy elolvashatnám, de nem csak blöffeltem. Ez ismerős lehet. Mutatjuk igen, még egyszer. Igen. Figyeljetek. Ó, hát ugye ez egy nagy klasszikus, több színész is eljátszotta már, és egy híres karakter. De hallottad? Nem tudom. Ott cuknak, mutogatna. Uh-huh. Aha, hát abból azért, aki... Igen. Add vissza a pénzt, Ibolya, aha, amit kölcsön kértél egy hónapja. 007. Ó, becsárjál! Hát hogy kitalálták? Hát hogy kitalálták? Kérem szépen. Így van. Fél Debrecen ezt mutogatta az üvegstúdió előtt. Nulla, nulla, recsóra kell menned, recsóra mész, miért? Budit keresel, egy nincs budi, ez egy klasszik fel, üvegstúdió. De helyesek vagytok. Így van, ajándékcsomag a jutalmatok, mert én ügyesen kitaláltátok. Köszönjük szépen. Régóta szeretétek volna? Igen. Igen? Igen. Régóta vadászatok. Igen. Hallgatunk. Mondja, Ibolya. Minden reggel titeket hallgatunk. De aranyosak vagytok. Évek óta már, úgyhogy. És ezt most nem csak azért mondjátok, mert ajándékcsomag? Nem, így van. Igen? Jó van. Jó van, a fehér kabátos kollégina veletek van szintén? A lányom. Na jó, mutogat ő is valamit. Nem tudunk adni. Mutogat ő is valamit. Vedd el a balitelóját, vedd el a balitelóját. Amit találsz az asztalon, szedd össze. Igen, egy-egy ajándékcsomag, jó? Jó, Ibolya, Timi. Az egyikben óra van, a másikban meg bögre van, csak hogy legyen miért összeverekednetek. Jó, köszönjük szépen. Szeretünk benneteket, nagyon szépen köszönjük. Vagy gyertek vissza, vagy maradjatok itt, mert 10 előtt húzzuk a napi nyertest. A napi nyertest, jó? Úgyhogy ő már biztos, hogy kulcs tulajdonos lesz. Puszi nektek, köszönjük. Puszi, nektek sziasztok. Sziasztok, ciao, hello. Honnan? Hajdú. 7 perc a pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, küldjetek friss közlekedést, aki nem regisztrált, regisztráljon, drága debreceniek, tessék szelfizni valamelyik Suzuki-val, aztán a hostess lányoktól regisztrációs lapot kérni. Jó, 7 perc múlva, 8 óra jövünk a hírek után. És most Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora bejárja az országot. Morning Show, nagy őszi roadshow. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk az egész országnak, Debrecennek és mindenkinek itt a helyszínen, illetve az éteren. Keresztül elindult a nagy őszi roadshow-nk, immáron ugye másodszor megyünk az idén, és ennek baromira örülünk. Debrecenben vagyunk, még nem késő idejönni egyébként, a Csapó utca és a Rákóczi utca sarkán vagyunk, egy baromi nagy bevásárlóközpont tövében. Állítottuk fel az üveg stúdiót, és aki fél tízig ideér, az regisztrálhat, ugye, mert egy egész héten, hát tulajdonképpen az egész ország hajt egy Suzuki-ért, méghozzá egy Suzuki Vitara 1.6 GLX-ért. GLX, ezt is tudjuk. Már ezt is tudjuk, így van, én a múlt héten ezt rosszul mondtam, mert GL-t mondtam, de nem, én voltam a hülye, GLX. És ez a legfelszereltebb kis modellecske, amiről szó van, és ezt pénteken valaki megnyeri. Akkor ez egy olyan, amivel most te jársz. Azt hiszem, az is GLX. Én nem tudom, mivel járok. Suzuki Vitara GLX-e szerintem. Vitarán van? Aha, tényleg? Neked az van most. Nagyon szeretem. Ezen a héten az van, és hát egészen szépeket mondtál róla. Tényleg? Kettőnk között is. Tényleg? Az jó. Nagyon felszerelt, és nagyon jó kis pöpec autó, és egy fura, hogy tényleg nem robban le. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy 200-250 km tudok úgy menni vele, hát jó, az angol beteg se rossz. Az angol beteg se rossz. Most a Dokor Orbácsinál van? Tehát örültél, hogy megkaptad egy hétre ezt a Vitarát? Nagyon jó, hogy most sponsor autó vagyok, mert most a Doki bácsit láttam, de csak olyan dolgok vannak rajta, amit minden más autón is kell. Fékbetét, olajcsere, első futómű szilentek. Tehát egy-két olyan dolog, ami azért nem rendellenes, ha más autónál is cserélésre kerül. Hát az első futómű azért nem egy átlagos gyerek. Hát azért 130-140 ezer kilométernél azért kicsit úgy tudod az már. Ezeken az utakon, hát itt azért kell egy-két karbantartós javítást végrehajtani. Mert ez jobban kopott. Az első futó, sokkal jobban kopottak Balázsnál, mert ugye a pirosnál mindig, amikor nyom egy satút, akkor egy picit megemelkedik, és az első kettőn csúszik. Igen, hát a két kerék rába érkezem meg a piros lámpához. Jaj, te jól lenne, ha kisütne a nap, és megcsillanna a Vitarának a tuton fényezése. Tuton? Már ilyeneket is tudsz, hogy tuton fényezés? És ez mi a pöcs?
Hát az, az látod ott. A tuton. Az a tuton, az a, nagyon, az nagyon tuton. Most, hogy látom, az nagyon tuton. Hogy így van. Így van. Srác mutatja a haverjának a homlokát, hogy vakszolva, vakszolva van, igen, mert hogy kopasz. Na, ilyen rövid azért nem lesz a hajam, csak de. Mondom. Tehát nem, mi ebben nem, bízunk. Nem ebben maradtunk. De nem egyébként ebben maradtunk. Csak ezt mondom, hogy ebben maradtunk, de mindegy. Ezt aztán úgy hívják tarkopasz. Így van, mi ezt mondtuk, és te jöttél szépen először. 3-5 milliméter, most 1 centi. Nem, 5 milli 1 centi között vagyok. Ez hajlandó. Nem a tarkopasz, ez a bőrhatású. Ezt így hívják. És a tied is ilyen lesz. Hát de az az, amit még borotvával végighúzol. Tehát, hogy ez egy kis habot teszel rá, és azt akarod, hogy teljesen kopasz legyen, akkor borotvával végighúzod, nem? Hát az ennyi, mert borotválni nem fogja. De hidd már el, egy családos embernek erre is gondolnia kell, hogy fog neki örülni, érted, Noel is, meg Benny is, hogy rajzolgatnak majd zsírkrétával a fejedre. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, mi a helyzet az utakon. Aztán mondom, hogy lehet ezt a szép kis autót megnyerni. 85-ös főúton Fertőszent Miklósnál baleset van, a forgalom torlódik. Ezt Sanyesz küldte nekünk. M1-es 140-es kilométernél a felüljáróról mérik a határ felé haladókat, Nighty Zoli üzente. Aztán az M5-ös Budapest felé, a 20-as kilométerénél a reptérre vezető kijárat előtt nagy a torlódás, köd van, mindenki időben lassítson, ezt Szilárd küldte nekünk. Ausztria Győr után sebességmérő a felüljárón az M1-esen, köszönjük szépen, Sümeg Sopron 84-es szakaszon tejfölköd Johnny üzeni, teljesen az árokban van a kamion az M5-ösön, a 75-ös kilométernél, csak mondom a dudálónak, hogy igen, Jani integetette. Nem látta, gyorsan mentél, de János fölállt, integetett. Nem zavarja a kamion az M5-ösön a forgalmat, nem friss baleset, a leálló sáv is használható mellette. Viszont ám van egy trafi a crosspályánál, ez Sala küldte nekünk, és a 405-ösön útépítés miatt ott is van egy kis dugó. Ide jött hozzám az előbb egy hallgató, idősebb hallgató, azt mondja, Balázs, hallgatom magukat, nagyon szeretem a műsorukat, szükségem lenne egy agregátorra. Nagyon jó. Van nálunk, oda tudjuk adni. Ne tessék haragudni, mondom, sok mindennel készültünk, agregátor nincs, de mondom, ha lesz egy fölösleges, vagy valaki felajánl, vagy éteren keresztül én ezt bemondom, és valaki azt mondja, gyerekek, debreceni vagyok, van egy agregátorom, tessék itt maradni, szerzünk egy agregátort. Nekem ez nagyon szimpatikus. De úgy mondom, hogy szükségem lenne egy szendvicsre, egy pohár forró teára, tehát hogy, mint amikor az agregátor, már is hozom, nem mozduljon, addig tartsa az autogramkártyát, mindjárt itt vagyok, bementem volna a sátor, és kijöttem volna egy agregátor. Nagyon-nagyon hallgatom egy agregátort. Balázs, pillanatra legyen szíves, nagyon szeretem a műsort, minden nap hallgatom, régóta hallgatom magukat, már hallgattam egyébként a DJ idején, ez most nem is fontos, kellene 2 köbméter, 2 rostát, mert most térkövezik a kocsibáról. Igen, mondom, vannak hibáim, az egyik, hogy nincs nálam agregátor, de rajta vagyunk. Feri, nálad van agregátor? Mindig most? Mindig van. Jó. Van valaki egy agregátor? De gák, a debreceniek. Így mutatja valaki, hogy 4 agregátor van nálam 4 van, igen, és 2 vadonatúj belőle. Egyet nem tudok adni, de 4 van. Na, azt mondja, hogy ki akartam menni hozzátok, sajnos nem kaptam plusz járatot Debrecen téglás, sajnos kaptam plusz járatot Debrecen téglás vonalon, szuperek vagytok, buszos Pepe küldte nekünk, drága Pepe. Hát ha lélekben itt vagy velünk és hallgatsz bennünket, akkor az kiváló. Igen, csak lélekben nem lehet vitarát nyerni, tudod? Lélekben nem. Hát Pepe azon hallgatók közé tartozik majd, aki SMS-ben küldi el, hogy miért szeretné megnyerni az autót, kinek szeretné megnyerni, néhány mondatot ír magáról, esetleg leírja, milyen autója van, mennyire régi, mennyire új, mert hogy csütörtökön választunk majd az SMS küldők közül, addig küldjetek bátran, jó? Azt mondja, hogy szerettem volna ma a helyszínen jelentkezni a Vitara játékra Debrecenben, de sajnos Győrben hallgatlak titeket, mire Győrben lesztek, addigra én Debrecenben leszek. Ezt te a küldenek. Így van. Isten hozott titeket városunkban, egy Debrecen melletti pékségben dolgozunk, és itt tartózkodásotok örömére szeretnénk nektek nyalizni egy kicsit egy kis péksütivel. Ha elfogadjátok, kinek adhatjuk át. Hát keressétek Jánost, ő az ügyeletes cukorfelelős. Ha nincs János, akkor a hostess lányoknak adjátok, ők begyűjtik a sátorba és belerakják Jani hátizsákjába, amit János mindig azért hoz az ilyen kitelepülésekre, hogy hazavigye a megmaradt ételt. Ha nincs rétes, keressétek Feri. Így van, van Jánosnak egy ételhordója, úgyhogy ezzel megy majd el 11-kor a helyszínről, úgyhogy Jánost keressétek. Mondjuk csak mondom egyébként Ferinek, van egy nagyon kellemes szokás, erről nem tud egyébként lefűzni, de imádom. Bár mindig odajönnek és azzal kezdik, hogy Fiani, Feri azt mondta, hogy jöjjünk hozzá. De én mindenkit oda küldök. Állandóan, mindig lepatít mindenki. Adjál meg nyakba, akkor azt mondom, tesa, én. Tudod, magyarázkodjak én. Tudod, hogy nekem nem adnak, de a Jani? Tetszik a dolog. Ezt mától átveszem. Jó, mától átveszem. Kéne egy agregátor. János biztos, hogy tud segíteni az agregátorban. Amikor így kezdjük, hogy Fiani, Feri, nem mondom, nem mond tovább. Jó, igen, tudom, mi kéne, miért küldött ide, igen.
Mert te vagy az osztó, majd nézzétek meg, a Jani néha elrongyol hátra, fölszed egy csomó dolgot, amit talál hátul, a csajok már sikítanak, hogy ne vidd ki azt, a győrre tartogatjuk. Igen, ne Jani, az én sluszkolszok kiaválóként. És elkezdi dobálni, és mindig mondom, Jani ezt annyira szereti csinálni. Fia, Feri, hát, annyira jó fej volt, ez a kis köcsög, Jani nem adott semmi. Tudod, de neked mindig ez a vég. Igen. Azt kell, hogy én adnék, de a Janinál van. Aha, hát, legyen ez. És akkor a Jani bemondja, hogy állam már elfogyott, akkor az lesz, jó. Hogy hát a Bali mennyire jó, és a Feri mennyire jó, de a Jani nem adott. Jó, nem baj, ezt ellopom. Ne, nyugodtan használd. Köszönöm szépen. Egész héten ezt tolom. Drága pécsiek, esztergomiek, győriek, lenne nálunk, de Jánosnál keressétek. Aztán, srácok, jól látom, hogy a Boros Lajos főzi nekünk a teát. Igen. Kicsit így tényleg. Egyébként van benne valami. Egyébként tényleg így van, hogy a mi drága technikus kollégáink közül az egyiket konkrétan Boros Lajosban nyomja. Brutál szaká, brutál őszaká, hihetetlenül beszakálasodva, úgyhogy kicsit Lajosos így. De kevesebb szóviccel, így elviselhetőbb. Így van. Milyen a tea? Ízlik? Jó? Jó. Finom? Kaptatok? Tényleg jó? Na, jól van. A Bali főztem maga, négy órától itt áll. Kint voltam már a debreceni piacon friss citromért, nem volt kis idő megtalálni, úgyhogy nagy szeretettel így álltok. De egyébként tényleg jó. Ilyen igazi, ilyen, tudod mi ez? Az ovis tea íz, nem? Ugye? Ilyen ovis tea íze van. Amikor kicsit átveszi a műanyag pohár ízét a tea, meg van oviból ez az ovis tea, ugye? Ilyen narancssárga, kék... Jól indítottál, de most egy picit úgy érzem, hogy lépünk vissza. Narancssárga, zöld, kék pohárban kaptad oviskorodban, és kicsit érezted, hogy a műanyag íz már benne van a teában. Nem volt nektek ilyen? Annyira forrón öntötték mindig bele, nem tudom, miért kell 120 fokos teát adni a gyerekeknek egyébként. Hogy csirátlanítson. Csirátlanítson, és beleolvadt a műanyag pohárból, az alja legalábbis, meg az oldala, és ilyen kicsit műanyag ízű, kicsit tea ízű teát ittál mindig kiskorodban. De ez nem ilyen, figyelj, ez finom. Az zseniális volt, mert nagyon jól lett porciózni, ugyanez volt a honvédségnél is, dettó, mint az óvodánál, hogy mindig ugyanaddig a szintig öntötték fel, és egy idő után már annyira belemaródott a műanyagba, hogy látta a konyhás néni, konyhás bácsi, meg a konyhás elvtárs, bajtárs, akárki kartár, hogy meddig kell önteni. Se kevesebbet, se többet. Látta. Mert tudja. Odáig barna volt. Igen, tudta, hogy meddig kell. Igen. Reggel kérdeztem, hogy kikér kávét, és akkor mondtam, hogy én főzöm, akkor így eltűntek a kezek. Nem éreztem a bizalmat. meg kell győzni őket. Ma még nem is ittam kávét egyébként. Nem? Ha érted, mire? Aha. Persze. Tehát, hogyha én veszed a frontot... Szaladok gyorsan. Ha veszed a jelzést, hogy mit akartam ezzel tulajdonképpen, hogy ma még nem ittam kávét. Itt állok egy Suzuki Vitara mellett, ha dobok vele egy selfit, az ér. Igaz, igen. Hogy Pesten vagyok, és valami kék-piros lámpa van a tetején. Meg polisz felirat az elején, de legalább márkás kicskocsi. Van rendőr Suzuki. Hogy ne lenne? Az jó. Nagyon sok Suzuki van. Az legalább annyi szénmonoxidot bocsát ki, amint állítanak róla. Így is van. Pont gondolkodtam itt a hétvégi nagy szórezben, ugye Budapesten nem lehetett autózni. Nagyon durva volt. Szóresz a fekete, és akkor gondolkodtam, hogy miért nem mondják, hogy akkor a Volkswagenek álljanak le. Tudod miért? Mert, tudod, hát de nem. Feri, tudod miért? Mert svihákok. Ja, svihákok a Szóreszben? Hát ezek ilyenek. Hát fél, úgy volt már, hogy Tarlós főpolgármester úr elrendeli a smogriadót, és a fekete matricások már hullottak volna, mint a legyek. Gyerekek, én elmentem vasárnap sportolni egyet, konkrétan olyan smog volt, mintha Pekingben lettél volna, pont át kellett mennem egész Budapesten, mentem Szentendére. Nem láttad a labdát a pálya másik oldalán. Hát öcsém, hallod, úgy kellett rohangálni. Átkiabáltál a másik oldalán. Nálad van a labda? Sátorba játszunk, de a szabadtére nem mentem volna ki játszani. Olyan smog volt, aztán vasárnap dél körül megjött valami szél, és az így kifújta a várost. Hihetetlen durva nézett ki. Akkor tudtál egyenlíteni? Akkor hoztam megára a szettet, így van. Nagyon súlyos amúgy, hogy vele gondolod, és ráadásul nálunk istenes, ez meg volt, hogy a múlt héten... Megint miért a Bencével? Megkért, hogy próbáljak már neki még picit népszerűségbe, igen, hogy jöjjön utána. Nem, hogy például azt mondja, hogy ki nem is, Szingapurban volt az úszó világkupa. És ott például az első napot, az első versenynapot gyakorlatilag el kellett halasztani, vagy pontosabban törölni kellett. Hosszú Katinka is egyébként ott is brillírozott. De mi nem látták egymást a vízbe? Vagy nem, akkor a smog volt, hogy gyakorlatilag, igen, mert ez egy... Arról volt életben, na tényleg már ebben a sztoriban úgy láttam. Már igen, igazából nem... Azt, nem kapasztott nem, nem. Befekedett a víz, ha beszarok, hallod, ha mikor nap. Elindultam a füstben, aztán nem látták, hogy mindenki megy, és 20-600 méteren keresztül. Neki ment a falnak, a végén koppantolja a szóval. Jó, hát mindegy, ebben a sztoriban ennyi volt. Na, hogy mit mondott Katinka? Na, tehát nem, Katinka semmit nem mondott az égen, csak úszott volna az első napon is, de nem igen. Úszott, mert ez egy nyitott csarnok volt, és a smog bejött a csarnokba, és na mindegy lesz. Bejött, és azt mondta, én vagyok a smog. Ne ússzatok, vagy hol az ülőhelyem? Dögölj meg, és szak az egész sztori. Jó, a lényeg, hogy
A lényeg, hogy Katinka megint nyer, nem? Így van, persze. Na. De a lényeg, hogy hajrá magyarok. A lényeg, hogy foci lesz gyerekek minden iskolában, úgyhogy készüljetek, dekázatok, fejeljetek. Jó, hogy legyetek ügyesek, ne bukjatok meg fociból, mert foci lesz minden iskolában. Na, ha már ilyen fura dolgokról beszélgettünk, és ha már ez egy ilyen interaktív közönség találkozó is egyben, megyek. Akkor egyből le tudjuk tesztelni a hallgatóinkat, hogy kinek mennyire beteg applikáció van a telefonján. Drága Morning Show hallgatók, elő a telefonokat. Elő a telefonokat, mert megy a kutatóbizottság és megnézi, ugyanis hamarosan megérkezik telefonos applikációra, hát nyilván először ugye hát BIOS-ra, aztán majd valamikor Androidra is megérkezik, 4000 év múlva. Hogy, te úgysem fogod látni, soha nincs nála töltő. Harcosok klubja applikáció tölthető le, kérem szépen, Harcosok klubja applikáció. Ez arról szól majd, hogyha valaki verekedni akar, és van neki Harcosok klubja applikációja, akkor ez olyan, mint amit a gay radar, hogy megnézed, hogy van-e meleg a közeledben. Aha, ez most megnézed. Miért? Hát ugyanúgy működik a gay radar, ugye, hogy megnézed. Én hogy... miért nem tudok ilyen példákat felhozni, vajon? Miért? Mert ortodox, hetero vagy? Nem, már nincs baja, semmi baj. A melegekkel a gay radar az arról szól, hogy te meleg vagy, megnézed, hogy mit vagy Debrecenben, hol van a legközelebbi meleg a közeledben. Van ilyen, és akkor eljön, 600 méterre tőled ott van a legközelebbi meleg. Ráüzensz azt, hogy itt ülök 600 méterre, nézze vissza, visszanéz, tetszel. Ez nekem nagyon tetszik. Ez a gíradat. Nem ismerted? Ne. Hát ez olyan, mint a mit, amin a... Nem bánom a... És normálban nincs ilyen? Dehogy nem. Hát ott a Tinder, ott egy csomó minden van a normálban, ami arról szól, ugye, hogy megnézheted, hogy ki hol van, mit csinál, és mennyire van tőle. Tehát van már egy csomó ilyen... Kinek van most bekapcsolva a gíradarja? Mit jelez? Na, mit mond? Igen, így vagy. Téged. Megnézem. Hogy hívnak, nem mondtad a nevedet? Laci, Laci. Várjál, Laci, megnézem. Jani kérdésére, mit jelez? Laci rámutatott Jani. Nem mondtad. Várjál, vissza lájkollak. Te is fönn vagy. Na, de nem erről akarok beszélni. Harcosok klubja applikáció. Na. Ez arról szól, hogyha verekedni akarsz, valakivel legálisan, úgyhogy ő is benne van a bunyóban, és nem arról szól, hogy nyilván kinézel egy gyengébet, az jó, megvered, mert az ugye nem szép dolog, akkor megnézheted, hogy esti bunyóra ki az, aki a közeledben van, megbeszélitek, hogy hatkora izé bár a kacér gilisztához előtt, lementek. Úristen, ez jó, nagyon hol, ez honnan? Ez Peterdi Pálból. Jó, hát én is nézem a mikroszkópszimot. Mondd még ezt. Bár a kacér gilisztához. Hát találkozunk hatkora. Találkozunk hatkora bár a kacér gilisztához előtt, és jó hülyére verjük egymást. Szeretjük ezt az applikációt, vagy értelmetlen? Szimpi. Meg kell adjam az adataimat, hogy hasonló súlyú vagy hasonló képességű embert válasszak? Hát igen, mert 40 kilós, ilyen 1,60-as csávót verekednek. És marára megver. Nem ismerem pontosan, de ha letölthető lesz, megnézem. Nyilván arról, hogy beírod az adataidat, ugye, és mekkora vagy, hány centi, mit tudom én, kesztyűvel, kézzel. Hát gondolom, ezeket meg lehet adni, hogy akarod a másikat hülyére verni. És aztán megcsinálják, hogy összehoznak benneteket, és tudtok egy jót verekedni. Nem rossz. Teljesen értelmetlen. Hát nem kell céltanul kolbászolni a városba, keresni az ellenfelet, tudod, hogy hova mész, nem? Hát persze, mondjuk a spontán dolgok is jók szerintem. Én mondjuk a régi, jól bevált, unortodox módszerengek a híve vagyok, de mert nekem ez a Béla vagyok baj. tehát, hogy amikor így lépsz oda valakihez, akkor ott az egyértelmű a szituáció. Dolog. Igen. De ez, hogy rá lehet készülni reggel, ez picit így a régi időket hozza vissza, nem? Ez olyan lovagias, olyan, mint ez a hajnal hatkor találkozzunk a vérmezőn, hozzá el a segédjét is. Igen, de zseniális. Nézőként is be tudsz regisztrálni. Miről szól a dolog? Ugye egy csomó ember frusztrált. Hazamész, a családodon töltött ki. Nem kaptál fizetésemet, és kirúgta, a bunkó volt a főnököt. Mi történik? Hatkor ránézel. Kettes kaptál dekázásból. Kettes kaptál dekázásból. Ránézel a verekedés Tinderére, a Harcosok klubja. Úgy pofám, valaki. Applikációra, és beírod, hogy zavos vagy. Hatkor valakivel verekednék. Jön a Józsi, ő is zavos, mert őnek mondjuk beszólt a főnök. És Józsi és Peti jól összeveri egymást a ház tövében, mert mind a ketten zabosak. Mire? Zabos vagyok, találkozunk este a két gilisztnál. De várjál, hogy bár a kacér gilisztnál. Hogy tudsz lenni néző? Hogy oda mész és körbeállod, vagy mobilon nézed? Nem, tehát be tudsz regisztrálni majd, még nincs bent az App Store-ban, de állítok berakják. Be tudsz regisztrálni, hogy te nézőként mennél oda, és megnéznéd, mint a Harcosok klubjában, csak ugye nem egy pincében zajlik majd, vagy te bunyózni akarsz. Csak gondolom az applikáción belül kijelölöd, hogy te nézőként mész, vagy verekszel. És tehát tulajdonképpen szervezett viadal. De nem pénzért, vagy nem azért, hogy csak szórakozásból. Csak szórakozásból. Verekszel egyet a kapu aljában, fölmész,
megkapod a vacsit, ott a gyerek, nyugodt vagy, van két mokkesző, már nem vagy ideges. Hát hányszor történik ez? Hol voltál? Megint a kacérgirisztába? Meg lementem verekedni a kacérgirisztába. De nem így vagy, az ember egy csomószor a családján tölti ki, nem? És hát, akkor sokkal egyszerűbb, ha más a világos. Nem egy hülye. Na jó, de mi van, hogyha mondjuk a feleséged is beregisztrál, és este találkoztok a kacérgirisztába? És ott áll a feleséged, aki egy iszonyatos boxkesztyűvel. És ő is verekedik. De elmennétek egy ilyenre? Verekedésre? Én valószínűleg nem, én valószínűleg félnék. Tehát én képernyős vagyok, nekem kimenni kell az arcomat. Hogy hát csak emiatt nyilván. Képernyős vagyok. Annyi meló van ebben az arcban. Kimenni kell az arcomat. Csak de testre. Nem rossz. Van ilyen csak testre. Te úgy mennél. Tehát lehet, hogy belehet egyébként érni. Tényleg. Ugye? Tehát lehet igen. Választani. Én ismerek más típusú oldalakat, ahol beírják, ugye, igen, hogy mit vállalnak azok, akik fönt vannak az oldalon, és mi az, amit nem vállalnak azok a hölgyek. Igen. És miben ez nekem benne? Nagyon tetszik, hogy mit tudom én, hogy fejre csak lábbal, fejre kézzel lábbal, fejelés nem ér, hogy hívják, térdelés nem ér, torokra, szemre, herére nem mehetsz, mehetsz, stb. Szuszpenzol van rajta, mi jöhetsz herére. Így van. De egyébként, ha két ember verekedik, az garázdaság? Tehát ugye, ha összeverekednek, mert dühösek, de ha előre leegyeztették, van kedvük hozzá, megbeszélték, mind a ketten budoznának. Regisztráltak, és ők elmennek, és itt a nem tudom milyen maja ruha volt előtt. Most hova érted? Szemben a maja ruha volt előtt, 8:30-kor, jó hülyére verik egymást. Kijön a rendőr, és ők elmondják, hogy applikáció keresztül találkoztak, akkor az garázdaság, vagy akkor beviszik őket? Mind a ketten benne voltak. Legálisak vagyunk. Regisztráltak vagyunk, nem garázdák. Ja, akkor semmi gond nincs. És itt tényleg a maja előtt hülyére verik egymást. Nekem akkor, ez tetszik. Hát itt nem futballhuligánok, nem azért verekednek, hogy romboljanak, mind a ketten benne vannak, hát ez simán belefér. Nem? Gyakorlatilag, igen, és az lenne jó, hogyha még mellette, mit tudom én, lenne egy ilyen állandó orvosi ellátás is. Tehát, hogy... Hát te bejelentkezhetsz egy dolgozóként, nyilván lesz egy olyan... És, mindig lenne ott egy orvos, aki egyébként felügyeli a dolgot. A végén a sebesülteket beköti, ellátja őket, borogatja, stb. De nem mondta, hogy egyébként, ha celebek is regisztrálnának, nem nézegetnéd, hogy ki van fönt, és nem mennél oda a Blahára, Vujit, Rutkora, 8:30-kor, mert a Rutko bejelentkezik, hogy ő szívesen valakivel nem tud belekerni. Nem állnál ott, nem, itt egy kárászról. Én nem örülnék neki, hogyha Rutko is fel lenne, állandó lefagyna a rendszer. Nem néznél meg egy Kárász Robi Vujit Rutko cica harcot van. Ahogy ördögszekérbe gurulnak, nem tudom, 8:30-kor a Calvin téren. Tehát azért ezt az ember szívesen megnézi. Hát nem jobb így? Nem jobb? Sokkal jobb. Hát ugye az emberek, nagyon sokszor beszéltünk már róla, és sokszor teljesen jogosan merült fel, sokkal jobb lenne, hogyha a parlamentben is lenne állandóra felállítva egy ring. Érted? És akkor nem menne, nem a szájkarata menne, hanem szépen ott lejátszanák egymás közt a problémáikat. Abszolút nem? Így van. Tök jó lenne. Abszolút így van. Vagy a Fradi újpestesek, ugye nem arról szólna, hogy egyébként normális foci meccsekre menő emberek szórakozását teszi tönkre, hanem letöltik ezt az alkalmazást, és szépen valahol 8:30-kor a kacér. Na meg akkor nem kell kimenni a meccsre. Nem kell kimenni a meccsre se. Ugye az tök fölösleges időtöltés. Így van, az is csak alibi. Hát de nem rajongók, vagy foci drukkerként tök fölösleges az a másfél óra, csak a verekedés. Kezdjük azzal. Igen, mindjárt megnézzük, kinek milyen beteg applikációja van, és a hallgatóinknak is mondjuk, hogy írjátok meg, hogy mi a legbeteg, amit letöltöttetek, de soha nem használjátok. A legértelmetlenebb. Tényleg, akinek 8 elemlámpa van letöltve a telefonjára. Hát te magyarázzatok, én láttam ilyet, 8 különböző elemlámpa applikáció, de máshogy világít, vagy más a fénye, tudod? Tehát mi az értelme? Bocs, nem figyeltem, villog a géradarom. Tudtam én, hogy szeretni fogod. Regisztrálj be, tudtam én, hogy szeretni fogod. Nincs jobb, mint amikor ülsz egy debreceni hotel recepción, és kiderül, hogy 40 méterre tőled valaki meleg. A számla uram, bocsánat, kapásomba. A számla, ez a jel, szó, hogy a számla uram, te ide. Én voltam rajta, izgalmas dolgok. És ilyenkor arcokat raknak föl, vagy esetleg egyéb testrészeket? És minden görgetek lefelé, és még mindig görgetek, és mi az anyát. Na, visszatérve, kikivel verekedne szívesen, tessék, ha egy ember lenne, drága debreciné, akivel most következmények nélkül kiállhatnátok, a főnökötök, az anyósotok, egy összeveszett barát, aki nem adta meg a tartozást. Kinek húznátok be egy nagyot? Csak egy röpke közvéleménykutatás, tessék. Kivel? Van ellenség? Van, akivel hogy szívesen megmérkőzni? Akivel úgy jó lenne, Isten igazából birkod? Pontosan egy barátom, aki nem adta vissza még a pénzt, amivel na, tartozik. Mennyivel tartozik? Ó, nem sokkal, csak egy ötössel. Hogy hívják? Robi, meg leszel keresve. 5000 forintra tartozik? 5 millió? Hát elmentünk bulizni még vagy 2 éve. Igen. Aztán még az volt azt mondja, hogy ó, majd ha kapok fizut. Mondta, hogy nem akarom fölváltani a 10000-esemet, nem adjál már ezt, ugye? Én ilyen nem, csak hallok. El kéne menni az automatához. Ahhoz. Ma az is egy nagy klasszikus, egyszer erről is lehetne beszélni. Csajok, esetleg valaki, tessék, kivel? Na, kivel mérkőznétek meg szívesen? Kit tépnél meg nagyon szívesen? Pegit. Köszönöm.
Kicsoda? Megint. Ja, ő mellette? Ja, jó van. És mi a baj vele? Nem tudom, néha idegesít. Egyébként a csajharcnál nincs jobb? Tehát a cicabunyó, nem, amikor diszkóban csajok tépik egymást, az baromi szórakoztató. Volt vele példa. Igen? Vele? Vele, igen, vele. De most így barátnők vagytok? Mert egyébként itt tök jól áldogáltok egymás mellett. Barátnők vagyunk amúgy, igen. És Dizsiben összeverekedtetek? Igen, volt, már igen. De fogadjunk pasin. Pasin? Pasin? Nem, pasi, hát... Mi volt? Megint a boros kolád? De megint az olajbogyót. Hát mikor min amúgy? Tényleg? Hát mondd egy szót, és én egyből ugrok rá. Mondjuk nem kell neked de, sok, hogy mondjuk mi a, igen, de mi az a szó? Igen. Köcsög. Vagy mi? Tehát, hogy mi lehet egy szó? Nem ilyen csúnya szavak, csak nem tudom. Mondd valamit, és nagyon felidegesít vele. És akkor verekedtek egy jót. Igen. Hát erre jó az alkalmazás. Te fizetsz. Igen, az a szó megint te fizetsz, igen. Erre jó ez az alkalmazás. Na, rögtön mindenkinek belekukantunk a telefonjába, akinek van értelmetlen applikáció, vegye elő. Jó, már a telefonját természetesen. És megnézzük, hogy kinek mi a legértelmetlenebb. Jani, neked valami, amit sose használtál. Most én is nézem a sajátomat. Olyan, amit letöltöttél, de a büdös életben figyeltek. Nem használtad. Mondj egyet, tessék. Van egy ilyen spórolós applikáció. Ne hülyéske. Miért gondoltam? Nagyon komolyan mondom, ez egyik haveron felhívt rá a figyelmet, azt mondja, hogy mindent ebbe beír, az összes költségét, mindent, mennyit költött, mennyi volt a villanyszámra, mennyire vett magának, mit tudom én, kis sütit, péksüteményt, ezt, azt, amazt, de gyakorlatilag mindent, és akkor a hó végén tudja, hogy mennyit költött, és gyakorlatilag egész évre így be tudja lőni a költségvetést. Nem mondom, ez milyen jól hangzik. Oké, letöltöttem, aztán annyira bonyolult volt, annyira összetett volt az egész, azt mondta, hogy soha többen. Neked tehát, hogy én nem tudok vele. Ilyenek? Tehát, hogy is hát hasonlóval felhívtam. Ja, erre jött eszembe megint a gay. Jelzett? Na, tessék. Neked? Hát a legnagyobb, te jössz, mert az applikáció király az te vagy. Képzeld, de én sajnos egy hónap ezelőtt végeztem egy tisztítást, tehát igazából most csak egy olyan 4 oldalnyi applikációm van, de nagyon-nagyon értelmetlen, amit nem használok, az most nincsen. Tehát letöltöttem, ezt az iCheck-et töltöttem le, hogy majd én iCheck-kel fizetem be a posta helyett a számláimat, de aztán bementem a postára, és mondtam, hogy ez tetszik ez az életérzés, ami ott van. Tehát nem vagyok hajlandó. Nem vagyok hajlandó csekkel, iCheck-kel befizetni. Neked semmi? Nekem a legjobb, de hogy nem, az mindig nálam van, illetve ilyenkor parkolópályán, de majd mindjárt visszahozom, az a karácsonyi csengetyű. Ha így rázod a telefont, olyan, mintha csengetyűznél vele. És ki lehet választani. Ezt már tavaly is mutatta. Na, ugye? Tudom, csengőse megrázod, és akkor hangot ad, mintha csilingelnének. Mert szerintem van egy csomó olyan személyre szabott applikáció, amit mondjuk te vagy én nem használunk, de mondjuk a Feri használ. Ilyen például az, ami mondjuk a zsírsercegésnek a hangját imit. Nem? Tehát a simán el tudom képzelni, hogy Feri napközben így, hogy hívják, így megy, kicsit áll a dugóba, stb. Kicsit lehangolt valami miatt, és akkor rohadt életben. És hallgat egy kis zsírsercegés hangot. Zsírsercegés. Nagyon jó, már üzemélmérséget. Jó kedvem is van. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Valójában ez a Harcosok Klubja letölthető applikáció is elég értelmetlennek tűnik, de mi volt az, amit ti letöltöttetek, a büdös életben nem használtátok, tényleg a 26. elemlámpa funkció, a 46. nem tudom mi, és mindig ott van a telefonotokon, de nem használjátok, keressük a legértelmetlenebb applikációt. Jó, küldjetek nekünk, SMS számok 06-745-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz 3 perc múlva. Fölvettem valaki fülesét, csak annyira szorított, lötyögött rajtam, hogy szorított, nem tudom, nem az én fülesem volt. Na, itt vagyunk már. Na, érdekes dolgokról beszélgetünk, ugye, Harcosok Klubja applikáció. Hát erről volt szó, ugye, hogy letölthető lesz. Legálisan kereshetsz valakit, aki szintén bunyózni akarsz, nem kell szurkolói bunyót. Mi ez? Várj. A tűzjelző? Ja nem, a Feri csörög. De mi az a villogás? Ja, a géradar. De az már nem az enyém. Jelen? Na, nézd már meg, hogy most mi van. A félreértések elkerülése véget, ezt egy ismerősöm mutatta, és azért van rajta az értelem. Persze. Én is mindig érted, tartok egy csomó olyan applikációt, jó, amit a barátaim akarnak megnézni az én telefonomon, tudod? Csak mondom, ahogy azt mondja, hogy 461 méter. Igen? Igen? És közeledik, vagy távolodik. 461 méterre van egy, és azt nézem a másikat, 710 méterre. És van kép is? Hát van kép is, persze. De menő. Hoppá, most már 3-an. Van kép is, várjon, csak kilépett belőle. Csak mondom, hogy ezen a telefonon van a kép,
és ez az én telefonos. Ah, a így van. Tehát a félreértés véget. A félreértés véget. Enyém a fehér telefon. Szóval, hogy meg tudod mondani, hogy hány méterre van. Persze. De hát ugyanez ez van, van bármilyen, tehát ez heteróba is van. Na. Tényleg kérdezni akartam tegnap, hogy miért cseréltétek el a telefonodat, Laci? Te szemét. Ezt egy ismerősöm mondta, hogy van ilyen. Na de. Harcosok klubja letölthető applikáció. Erről beszéltünk. Jó. Nyilván semmi értelme, persze, és igaza van egy hallgatónak, aki kicsit komolyan vette, és túlzott érzelmi reakciót mutatva leírt, hogy ne is beszéljünk ilyenekről, mert hogy ha közterületen történik valami, és bevágja a fejét, akkor nyilván az testi sértés és gondatlanságból elkövetett emberről. És persze, hát most nem a Kossuth Rádiós vonalról közelítettük ezt a dolgot, igen. De köszönjük. Eljátszottunk a gondolattal. Különben nem lenne miről beszélni. Igen, nem lenne miről beszélni. Tudjuk természetesen, hogyha itt tényleg itt a maja ruha volt előtt, bevered valaki. Várjál, de most a majások is ide jönnek, hogy előttük ne verekedjenek. Igen, kínai butikáru, ott van kiírva. És ott valakinek betöröd a fejét előtte, nyilván tudjuk, hogy börtönbe mész, de hát a humor oldaláról próbáltuk megfogni a dolgot, és azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi a legértelmetlenebb applikáció telefonotokon, amit vagy azért töltöttetek le, mert valaki mondta, hogy jó, vagy tényleg semmi értelme nem volt, vagy tetszett, és azóta nem használtátok, mint ahogy Ferinek a karácsonyi csengő hangját. És hát mutasd. Még számtalan találtam meg egyébként, itt van például ez az alkalmazás is, ami le van töltve nekem, tessék, hát ezt mennyit használtam? Mozis alkalmazás. Nem. Tokyo. Mi ez? Hurkaradat.com. DJ Dominik. Ja, DJ Dominik alkalmazása. Ne csináld már. Hurkaradat. Azt én orral csinálom, apukám. Nekem ahhoz nem kell telefon. Találd meg a kóbász, hol van a közel. Igen, hol van a kőbben. Jelezd be, hogy a Csabai vagy Gyulai. Sülcsász. Új, de finom. És a DJ Dominiknek minek van applikációja? Új kobak kendő eladó? Vagy mi? Tehát mi most komolyan? Nem tudom, ott vagy benne, vagy nézd meg. A legislegizdább alkalmazás, amit én találtam, nincs letöltve, mielőtt azt gondolnátok, csak egy ismerősöm elküldte, I am rich alkalmazás, ami arról mit szól, csinál? Hogy gazdag vagyok, 100 euróért letöltött, 100 euróért, és ott van a telefonodon, hogy I am vajon rich. Vajon miért nem én találok ilyen alkalmazásokat? De hogy mennyire értelmetlen, 99 euróért megveszed, 100 euró gyerekek, hát azért az 30.000 forint. És nézegeti valaki az applikációdat a telefonodon, akkor látja, hogy neked az I am rich le van töltve. Teljesen értelmetlen, annyira értelmetlen, hogy azok rá ne nyomja konkrétan, akkor leszedített. Brutális, brutálisan jó. Na! Az enyémet kérdezték egyébként többen, ez a Coin nevű alkalmazás, amivel sokat lehet spórolni, ez egy magyar és ingyenes, csak ezért mondom meg. Hát, ha már érte spórolós, akkor... Ingyenes? Fura lenne egy spórolós applikáció 3 euróért, nem? Hát azt kitöltené le. Hát spórolós applikáció persze, hogy ingyen letölthető. Hát, hogy érted? 5 euróért adjunk egy spórolós applikációt? Hát nem lenne letöltés. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, mert nagyon helyes SMS-ek jönnek. Azt mondja, hogy letöltöttem laptopról, majd telepítettem a telefonomja a QR kód leolvasó programot, majd mondták, hogy kéne hozzá kamera is a telefonra, azóta is megvan a program, majd ha lesz másik telefonom, megnézem, működik-e. Hát igen, ezek a QR kódos dolgok, ezek még így működhetnek, de azért ez még gyerekcipőben jár. Építőipari kivitelezéssel foglalkozom, az én telefonomon Ostor applikáció van, amikor Ostor. Nem dolgoznak az emberein, végig húzok egyet a hátukon. Nem preventív jelleggel, akkor is verem őket, ha amúgy szorgosodnak. Vicces az app amúgy. Mindig, amikor súlyít vele az ember, inspiratív közhelyeket ír ki, adj bele 110%-on. Ami nem öl meg az erősebb Pétert. De jó, de jó. Csak vigyázni kell, nehogy kicsúszol. Olcsó bölcsességek, nagyon jó. Vigyázni kell, nehogy kicsúszol a telefon a kezemből a nagy csapkodásban. Karesz küldte nekünk. Tehénfejű applikáció, teljesen értelmetlen. A mellen kellett gyorsan húzogatni az ujjad, és közben jött a tej. Sebességre ment a játék, hogy mennyi tejet tudsz venni egy perc alatt, közben tehénbőgést lehetett hallani, ahogy a vödörbe befolyt a tej. Toilet time iOS-ra a vécézési időt méri. De mi, ahogy bejött, paf? De miben különbözik a stoppert? Én bemegyek a budira, nyomok egy időt, és méri, hogy mennyit ülök a budin? És amikor kijössz, akkor nyomsz még egyet. És akkor heti összességben megnézhettem, hogy mennyit ültem? Igen. Az menő egyébként. Az éve, menő. Szinte hány napot voltál? Igen, persze, és hogyha a ketyegését az vagy... Igen. Toilet time, ja, ezt mondtam. Igen. Szúnyogriasztót... szedtem le, meglepő, de használhatatlan gyerekek, az a durva, ennek én is bedöltem. De ezt még adásban is csinálnám, szerintem. Igen, ezt leszedtem. De mi a szúnyog természetes ellenségének a hangját generálja, vagy mi? Állítólag egy olyan tartományban, amit te nem hallasz, viszont a szúnyog nagyon fél, tőle bekapcsolod, és eljönnek a szúnyogok. Én bekapcsoltam egyik éjszaka, és nyitva hagytam az ablakot, 8000 csípés, mint aki mumpszos, meg rubeolázsot kikeltem reggel. Ment az applikáció, egy rohadt szúnyog. Rohadt szúnyogat nem ijesztette, semmi értelme. Semmi értelme. Figyelj, ha viszont mondjuk egy csengő hangra beinduló kutyaugatás applikációt kifejlesztene valaki, azt szerintem az oké lenne.
Vagyis? Becsönget valaki, és bentről pedig egy kutyaugatás hallatszik. Mintha lenne bent a lakásban kutya. Na tehát azért azen, ahogy megszólal. Azért betörő vagyok. Nem túl hangos. Nagyon nem ijednék meg azért egy telefonos kutyaugatástól. A legostobább alkalmazás a Tamago nevű játék. 1 milliószor kell egy tojásra ütni, hogy a végén kinyíljon. Ennyi. Sem ennyi. Ez történik. Ráütsz egy milliószor, számolja neked, hogy 4000-nél tartasz még üssére, nem tudom hányszor, és kinyílik a tojás. És mi van bent? Gyerekek, egy csomó, hogy lúzer vagy. Egy csomó jó dolgot találok. Ebből én már 4-et azonnal leszedek, ahogy vége az adásnak. Holnap kérdezek, mennyinél tartok a Tamagóba, és megmondom, hogy 4000-et rávertem csak tegnap este. Azt mondja, a Hugom telefonján olyan applikáció van, hogy óránként pittyeg, nehogy elfelejtsen inni. Jó a műsor, imádat. Az jó. Nem, már. Az szól jó. Neked, hogy nekem most így áll. De mi óránként pitty, ha nem vagy szólni, és haszolmi az, hogy akkor is iszol. Így van. Igen. Így van. Sokszor, mit tudom én, érted, nyáron kiszáradsz, meg mit tudom én, nem figyelsz oda az ivásra, a folyamatos hidratálásra, akkor szerintem ez jó. Iszol. Folyamatosan iszol. Megnézed, ide ki, hogy így áll. Igen. Jó, most így áll, ugye szól neked, hogy ugye, mert nem csak szomjúság érzetnél így áll, hanem egyébként is. Igen. Hát ez neked is jó lenne, egy nem, már nem, nem, volt, nem volt régen, az, tudja. Az életének egy régebbi szakaszában mutatom volt olyan neked időszak. A legjobbat, itt van, az például állandóan használom, fröccs alkalmazás, tessék, itt van fröccs. Ja, és mutatja, hogy nagy fröccs. Fröccs, hogy miből mennyit kell két rakni, ha véletlenül érted, elfelejteném, akkor ott van benne az összes. Hosszú lépés, hosszú lépcső, egy decibor, két szóda. Így van, házmester, viceházmester, krúdi fröccs, minden benne. Megül. Na, ez hasznos, érted? Mondjuk neked ezt mindenket tudod fejből. Az is igaz. Ha véletlenül sokat innék és elfelejteném. Nekem WC papír letekerő appom van, 20 másodperc alatt le tudom már tekerni, annyira jó vagyok. Bárhol budira kell menni, nincs nálam papír, kitörlöm az Andrédos telómmal a popom. Adj. 6 különböző futóalkalmazások van, hogy egyszerre 3-at használok futás közben, össze-vissza beszélnek a fülembe. Annyit beszéltetek a vazéról, hogy leszettem se kocsim, se jogsim. Azért az nagyon szép. Miki küldte nekünk. Hát gyalogolni is lehet vele. Értelmetlen applikáció, megnyomom a gombot, és üvölt, hogy Allah Akbar. Petárda dobással még hatásosabb lenne. Alex küldte nekünk. Ez még sajnos jól lehet. Földrengésmérő applikáció, teljesen értelmetlen. Nem használtam, mert sajnos nem volt még földrengés a környéken, ezért kicsit szomorú vagyok, András. Sajnos. A páromnak fogmosó applikáció van a telefonján, talán egyszer, ha használta. Puszi nektek, Zita, az miről szól? Leméri, hát, szerintem, igen. Ugye mondják, hogy 3 perc az ideális. Ja, hogy ahogy is mondta, stopper. Ja, nálunk van egy ilyen analóg változata ennek, egy kis homokóra, ami szintén fogmosáshoz van. Igen? Fogmosás indul, megfordítod a homokórát, és addig mosod, amíg a homok le nem pereg. De betegek vagytok, úristen. Hát igen. Van egy idegesítő... Igen. Hát ez van, most mit csináljunk. Hát van egy idegesítő macska, aki visszaismétli a szavaimat, és ha olyat mond, ami nem tetszik, pofá lehet vágni. Ilyen volt nekem, ezt ismerem, ezzel a Benny játszott. Igen. Boxkesztyűvel tudod a macskát agyon ütni, és ha nem tetszik, amit mond, tényleg visszaismétli, akkor rá tudod uszítani a buldogot. Jön a buldog, és elkergeti a macskát, és a macska fölugrik a csillára. Hírstúdióba is bent ül a macska, úgy szájon tudod vágni, hogy hanyat esik a forgószékkel. Na, nagyon barátságos. Volt van, gyerekek, hogy szokja. 101 szexpozíció. Mire megnyitnám, már túl vagyok a témán a feleségem, mert ez Balázs kutya. Van ilyen, hogy 101 szexpozíció. Gyerekek. Scooter alkalmazás. 1 euróért üvölt minden gombnyomás. Ez jó. Tényleg, megnyomod egyre, és üvölt, hogy scooter. In the house. Figyelj, most imádom. Nekem van olyan applikációm, amin Csubakka hangokat lehet nyomkodni. Ez jó. De neveket küldjetek. Nekem van Stevie Wonder szimulátor. Az egész csak egy nagy fekete képernyő. Ha használom, mindig megnyugszom. Ha használom, mindig megnyugszom. Stevie Wonder applikáció. Figyelmeztet arra, hogy mikor fikázzák a legjobb. De ki? Mit? Ezt nem tudom. Aha. Ezt jó. Nem tudom. Fénykard szimulátor, tudsz fénykardozni, láncfűrész szimulátort, aki küldte nekünk. Valakinél alap a fénykard applikáció. Kell és kész. Ez csoda, hogy nektek nincs egyébként. Én ezeket mind leszettem, egy napig meg volt, aztán letöröltem, mert kiírta, hogy kevés a memória, nekem 600 ilyen nem volt. Csak ezeket töröltem. Snake 97, hatalmas, hatféle retro Nokia-n kígyózhatsz. 32-10-es a top benne, nekem Ferike küldte nekünk. Ez a klasszik, tényleg. A gombok alapján tudsz kígyózni, igen. Ucvaka. Mi? Parancsolsz? az a harc, amikor a szurkolók ugye harcolnak. Hát félig meddig legálisan vagy illegálisan. Ja, hogy nem kell meccs, hanem összejövünk egy Fradi Újpest barátságos találkozóra kis erdőre. Mi a... Ucvaka. Így van, Ucvaka. Na...
Mutatjuk a hármasugrás beugrót, helyi játékosunk lesz a hármasugrás játékos természetesen, drága debreceniek, de mi azért megmutatjuk, hogy mit kell kitalálni, aztán támadjátok le hostess lányokat, mondjátok el a jó megfejtéseket, és valakit kiválasztanak. De ugye hány dal részlet van? Öt van benne? Akkor csináljuk azt, hogy aki a hányat fölismer, annyi újját tartja. Jó, de tartjátok föl. És az ötös a... ő hozzá fogunk. És csak menni. Helyi játékos, tehát lakcímkártyákat előkészíteni. Na figyeljetek, mutatjuk a részletet. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Uh-huh. És jöjjön a részlet. Nem ismertem egyet. Kinek, na lássam a kezeket. Kinek mennyi? Kinek mennyi? Egy. Középső újat nem ér mutatni. Hat. Nagyon jó. A hat az kifejezetten jó megoldás. Mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Kettő van meg nekem. Hmm. Kettő megvan. Kettő megvan. Na jó, drága debreceniek. A középsőt nagyon sajnálom, hogy nem volt meg. Aki nem ismerte fel az énekesnőt, az nézze meg a géradarját. Egy csinos kis nő, így van. Na, jegyezzétek, akkor próbáljátok felismerni, tanakodjatok és keresétek hostess lányainkat. 5 perc, szóval 9 óra jövünk a játékkal és még egy helyszíni játékkal. Ákos, ide jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello! Sziasztok, jó reggelt! Köszönjük a réteseket! Így van. Köszönjük szépen azt a sok-sok jót, amit adtok nekünk, mert hogy a kis sátrunk itt az üvegstúdió mögött, van egy ilyen technikai sátor, ahol ugye a hostess csajok, a promóciós lányok, a technikai embereink áldogálnak, üldögélnek, keverő pultokat még séri az eső, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tehát a következő 3 napra abszolút meg vagyunk. János már egy futárt elindított Debrecenbe, hogy küldje haza a családnak a következő 2 napi melegített rétest, túrostáskát, pogácsát és mindent. Tehát Mónika levegőbe csapott, nyomott egy padlót, és már az M3-ason szeli a habokat, hogy megérkezzen egy 250 kilós szatyorról. És az motoros futár fogja hozni az ellenszérumot szénhidrát mérgezés ellen. Így van. Egy pékség küldött nekünk nagyon finom pékárút. Én bevertem egy túros buktát, úgyhogy én megettem. Igen? Ki hogy szereti? Én bevettem, te megetted, de tényleg nagyon finom, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon, nagyon drágák vagytok. És hát reméljük azért, ez kicsit nekünk is szól, nem érdekből barátkoztok velünk az autóért. Persze, nyilván részletesen, amit talált akarjátok. Értjük mi azt, persze, értjük mi azt. De megértjük egyébként, mert hogy egy Suzuki Vitaráról van szó, méghozzá egy 1.6-os GLX-ről, vagyis ebben a kategóriában ez a legjobban felszerelt modell, tele minden földi jóval, tényleg 0 kilométeres szalomból kigurult, és egy csodálatos, pont egy ilyet nyúzok. Dizájnos, karakteres, kellemes autó, nagyon praktikus sok célcsoport számára, ezt gondolom én. Gyerekek, pont egy ilyet nyúzok, úgyhogy egy 2-esben 80-nal üveghangon 4000-es volt. Hogy örülnek neki te ezt most, hogy Hadd örüljön a szponzor, a Viki rám szólt 150 km után, nem akarom a 3-asba tenni, mondom, picit el vagyok szokva a manuálistól, de legyen. Kívánta a 3-as 120-nál 4500-ös fordulattal 2-esben. Több van benne, én hiszem. Indulj már. De nagyon szeretjük, tényleg, és nagyon, nagyon jó kis autóról van szó. Hogy lehet regisztrálni, ugye talán vannak egyen, ketten, akik ezt még nem tudják. Kell csinálni valamelyik modell előtt egy selfit, mert aki nincs itt, annak mondjuk, hogy itt az üvegstúdió előtt, ugye kint vannak a Suzuki modelljei. Odaálltok, csináltok egy selfit, megmutatjátok a hostess lányoknak. A hostess lányok cserébe adnak egy ilyen kis kártyácskát, regisztrációs lapocskát, ezt szépen kitöltitek, és beledobjátok az urnába. És találjunk már egy jobb szót. Nem, mi a jobb szó? Kübli, úrna. Üvegedény. A köcsög nem rossz. Mivel dobjuk? Üvegedénybe? Az meg annyira béna. Jóban, legyen úrna. A úrna. A szavazó úrnába bedobjuk, és 3-10 körül húzunk valakit. Itt kell, hogy legyetek, mármint a nyertesnek. Ha nincs itt, akkor újat húzunk, addig húzunk. A úrnából. Az úrnából újat. Amíg nincs itt, mert hogy velünk ugye nem lehet újat húzni. Úgyhogy... Na jó, na itt ez kész. Na, köszönjük szépen. Na, mi a helyzet a radaron? Pics. Mert már láttam az SMS-t, hogy valakinek visszajelzett, hogy itt vagyok közelben. Kazi írja, letöltöttem a géradart, 3 kollégám közül 2 jelzett. Most mind a ketten jönnek utánam a budira. Kazi, nem tudom, nekem ez nincs letöltve igazából, de ha kapok egy másik telefont, akkor azonnal meg tudom mondani, hogy hány méterre van most tőlünk a következő áldozat. Közben... Figyeld is hozzá. Megkaptam a másik telefont. Azt mondja, hogy a következő van most egy... Hát a nevét nem mondom, ő 13 percre van, 795 méterre. Kibekkeljük, itt vagyunk.
Itt vagyunk tízig. Nem mondom direktben. Mekkora ötlet, hogy ez valaki kitalálta, nem? Nagyon zseniális. Nagyon jó. Én egyébként közben megnéztem egy Ferencváros György Usztavka találkozót. És hát nagyon szórakoztató. Ölik egymás, nem? Persze. Az a legjobb, amikor valaki már földön fekszik, és egy másik meg ugrál mellett. Gyere. De nem akar menni. Ugye ez a szurkolók közötti ilyen utcai bonyol tulajdonképpen. Igen. Na, e-mailben pályázható-e a Vitara? Leírtam a mostani jármű sztoriát indoklásképpen, de SMS-es hosszú Csaba kérdezi. Nagyon nem jó. Kell, ha valaki plusz sztorit küld, hogy hány éves az autója, miért szeretné az új Vitarát, hogy kinek szeretné, kinek nyerné meg, az plusz. De ha csak annyit küld, hogy Suzuki SX4, akkor az is abszolút belefér. A lényeg, hogy írjátok le nekünk SMS-ben valamelyik típusnak a nevét. Nagyon sokan írnak hozzá történetet, az egyébként jó, hogy az anyukájuknak szeretné, egy 20 éves autójuk van, véres a torka, jó lenne, az is jó, ha írtok hozzá a sztorit, ha belefér, ha nem, akkor csak valamelyik típust küldjetek el, jó? Nagyon jó. Mi és nem kell a egyébként. Vitarát küldeni, ugye? Tehát küldhetsz bármit. Bármelyiket. Csak a nyeremény fix. Így van, így ugye azok is lehetőséget kapnak, akik nincsenek kint a helyszínen, tehát nem érheti szó a ház elejét, hogy na persze, ha nem megyek el, nem nyerhetek. Lehet, hogy az a hallgató fogja megnyerni, aki SMS-t küldött az ország egyik távolabbi szegletéből, és így aztán pénteken eljött ugye a West End elé. Ha nekünk is ilyen autónk lenne egyébként, Móninak nem kéne mindig magával vinni engem, mert ebben a Vitarában van automatikus vészfék asszisztens. Te vagy az? Igen, mert náluk én vagyok az. Fékezd már! Jézus Isten! De fogom szeretni ezt Pécsik hallgatni. Gyűlöli egyébként szegény. Nem, hátul fogok aludni. Semmi, egy 6-8 óra is ott vagytok. Tehát arra gondoljatok, hogy nagyon kellemes, barátságos kis utazás lesz kettő. Megbeszélitek tényleg az összes várat, az összes playmate-et, az összes cukrászdát. Nem. Ahol panaszt tett Jani az elmúlt egy hónapban, és bemocsorolta az ANTS-nél a cukrászdákat, oda bementek. Simán Feri 6 óra, vagy írjál rám 3 óra után, hogy vagy. Én már látom a jövőt, egyébként valószínűleg Dunaújváros magasságában. Feri nem fog szólni semmit, csak leáll majd egy pihenőhelynél, és így fütyörészvégy odajön hátra, kinyitja az ajtót, engem megfog, hátra visz, kiveszi a táskámat a csomagtartóból, a csomagot előre viszi, engem berak a csomagtartóba, rám csukja tetőt, és aztán csak Pécsnél enged ki. Ha képes vagy azt elérni, hogy rágyújtson, akkor egy szabad szemmel látható összeggel én Pécset a szállodába megvendégellek. Tehát bejössz, kinyitod a széfemet, kiveszed belőle a pénzt. Tehát ha ki tudod annyira borítani, hogy rágyújtson, akkor nem. Nagyon szívesen. Figyelj, azt fogom csinálni, és szerintem egy idő után meg fogja unni, hogy kb. 200-szor benyomom majd mindig a szivargyújtót, tudod, hogy jelzés értéke. Hát ha. Tényleg vannak már ezek a nem tudom, ezek a műcigaretták, de elektromos cigik. Most hétvégén szívtam egyet, egyébként tök jól esett, mert egy ilyen baráti társaságban voltunk, és hat volt darab. Volt benne valami okos? Nem, 6 darab volt egy dobozba, ilyen eper ízű, baromi jó füstje van, 300 szívás. Ja, ez két sztori, mert azt mondta, hogy hétvégén szívtam egyet, gondoltam, biztos bejelzett a radar. Nem, egy baráti társaságban voltam egy vacsorán, és ott az egyik csajszí szívott ilyen elektromos cigit. És kéken izzik a vége, mint a parázs, csak kék színű, füstjön belőle, teljesen beteg, és 300 szívás van egy cigibe. Utána lemeríted, hogy elhasználod, nem tudom. 2 szívtam el konkrétan az este. Na, jó lesz. 300 szívás, jó? A nővérem is ezt szívja évek óta, és nagyon nehéz megszokni, hogy mindig jön, és akkor a szájához emel egy ilyen szerkezetet, és a végén tényleg így felizzik a lehet. És alapból tiltakozna, ugye, hogy ne dohányozzon a környezetedben, de egyébként meg miért ne? Mert vízgőz jön igen, ki. Vízgőz, tényleg. Ja. Tehát, hogy így, ha már válaszolni lehet, akkor inkább ez. Bár erről sok rosszat olvas az ember, hogy szájrák, meg káros vegyületek, meg az íz, meg a mit tudom én. A lenyeled és keresztbe fordul, nagyon kellemetlen. Gyerekek, a legjobb, ha nem csináltok semmit, jó, sportoltok és hagyjátok a dohányzást a fenébe, az a legjobb. Mélységesen elítéljük, mindenki elítéljük, csúnya dolog, és kövessétek fel, itt szokjatok le, csak ne legyek kopasz, tehát egyszer még legalább gyújtsák. Erőt eszembe, egy cigit. Ne, köszönöm, mindent soha. Na, játszunk akkor egyet, jó? Legyen így. Mit szóltak ehhez, mert hogy van még egy játékunk, és ennek is tesztvezetés az ajándék, a tulajdonképpen hát, ezt lehet tesztvezetést nyerni. Tesztvezetést lehet nyerni, így ezzel van? Is. Hétvégi tesztvezetés? 3 napos tesztvezetés. Kérem szépen, mik vannak? Mik vannak? A játék arról szól, drága debreceniek, mondjuk csak közben vigyázok, hogy lemessek a lépcső, mert lejöttünk. Egyébként más autógyártók csak 2 napos tesztvezetést adnak. De mi? 3. Te mekkora nyaller vagy, ugye? Küldtél, regisztráltál? Igen. Nagyon jó. Hogy vagyunk? Jó napot, tiszteletem. Tivadar. Így van, köszönjük szépen. Tivadart nagyon szeretem. Így van, agregátor kell valakinek is. Gyerekek, ha van valakinek egy agregátor, akkor azt adja oda. Sikerült szelfizni? Sikerült? Nem teljesen még. A Ferire fejjel elógott fogadjunk. Nem, ő a kollég, tehát a barátját fotóztad. Ja. Én csak megnéztem, hogy jól sikerült-e a kép, de te nem vetted észre. És jól sikerült? Persze, ilyen szép autóval, hogy ne sikerült. Nagyon jó. Ezt kell odaadni ahhoz, hogy bemutatni. Nagyon csecsebb. Így van. Na, jöjjenek akkor a csapatok, mert hogy egy játékunk lesz,
Ugye kettő darab tesztvezetés lehet nyerni, menjünk inkább oda, menjünk oda, azt hiszem. Jó, hát menjünk oda. Maradjál, te nem menjél sehova, te jó. Itt maradsz, nem itt mész, azért, mert a Balázs megy, te nem mész sehova. Ahogy a videóban, mama marad. Igen, ugye, helyen marad anyuka. Én megmondtam, hogy megyere be, mert mi fogunk ezzel az autóval játszani. Na, a játék a következő lesz, kettő darab autó mellett álltok-állunk. A játék annyi lesz, hogy mindegyik családnak vagy játékosnak meg kell találni az adott típusnak a betűit bent a kocsiban. Vagyis elrejtettük a Swiftnél értelemszerűen az SWIFT betűket a betyárját, hogy ne betűztem, az autóba. Az lesz a feladat, hogy minél előbb megtaláljátok és helyes sorrendbe kirakjátok. Aki megnyeri, az adott márkát elviheti egy hétvégi tesztvezetése, és ahogy mondtam, ugye a Zámbó család kedvenc autóját, a Jimny-t is el lehet. A Jimny-t is el lehet vinni egy hétvégi ez tesztvezetése. Nagyon helyes kocsi. Ti vagytok a másik csapat? Értelemszerűen nektek ugye a J... Nem ők közterületfenntartó. Nem ők közterületfenntartó. Ők jöttek elvinni, mert tilosban állsz, Balázs. Szóval nektek ezt kell megtalálni. Hello, kit hogy hívnak? Csősz Ferenc. Zsolti. Jó, hát ezt mi nem fogjuk tudni megérteni, mert ott is vannak más. A csőszék, így van. Gerda család, Gerda. Gerdáék. Kis Gerda, közepes Gerda és nagy Gerda. Nagyon jó, legyen emezek jó. És amazok. Emezek, nem, mi Gerdák vagyunk, mi meg vagyunk Gerdáék. Gerda család és Kita, ki, és Csősz család csap össze. Egyszerre indítjuk majd az órát, jó? Lehet, hogyha kicsit kiadod hát, valakinek igen. A szerencsés, vagy beülteted addig az agyosülésre. Edben, nyomogassad csak a izé gombokat, kicsim, gyere. Keressék a gyerekek is egészen nyugodtan, jó? Indítjuk az órát, tudjátok, hogy mi a feladat? Betűket meg kell találni. Betűket meg kell találni, ez lehet a kocsiban, a csomagtartóban, a kocsi alatt, itt az Osamban nem messze, 100 méterre is lehet. Tehát mindig, csomó helyen lehet a betű. Jó? Adunk nektek egy kocsi kulcsot is, ez nagy segítség lehet. Mert így tudtok bejutni majd az autóba. Igen. Na, indítjuk az órát. Értelemszerűen, aki előbb megtalálja az összes betűt, és aki kirakja, tehát sajnos két nyertese nem lehet a csapatnak, viszont valaki három napra elvihet egy ilyen kis autót. Kettesbe üveghangon 80-nal, 4500-es fordulaton lehet nyúzni három napig. Jó? Indíthatjuk az órát? Megvagytok? Megvan a másik család? Megvagyunk, igen. Megvagytok, nagyon jó. Vagyunk. Akkor 3, 2, 1, és tessék! Na, nyomás, itt már a hátsó ülésnél. Igen, az egyik gyerek a kicsit szegényt fölborította. Igen. Nem baj. Itt viszont könyökkel már be is nyomták az első ablak. És úgy látom, hogy néhány élelmes Debrecen idejött egy csavar kulcssal elkezdte levenni a felnét, de ők nem játékosok, viszont apró darabokra szedik az autót. Nagyon élelmes. Szükség van 4 jó téli gumira. Úgy látom, most valaki kezdi a Swiftből kiszerelni az akkumulátort. Nagyon jó húzás. Igen, aggregátort valakinek esetleg? Így van, a Swift már téglán áll, mert mind a 4 kereket leszedték, most nyitják fel a motoreztetőt, és viszik el a kesztyűtartóból a térképet. A Jimmyről most szedik levésővel a fényezést. Mondjál, mi ez? T! T, egy T betű! Nagyon jó! Úristen, na, megvan egy T! Egy T betű! Milyen kár, hogy az a Jimmyben van, megvan, így azt... gyerekek! Három betű megvan már! Három, ne úgy néz ki, a Swift család jobban áll, a Swift család egyelőre jobban áll. Jimmyéket kérdezem, hogy megvan-e esetleg? Valami, találtatok már valamit? Hogy álltok? Jó, mi az? I betű, J betű. Nagyon jó, akkor jó helyre rejtettük el. Nagyon jó. Féltem, hogy összecseréljük, és a Swiftbe tesszük az I betűt meg a J betűt. Bár a Swiftbe az I betű az jó egyébként. Áááá, még egy, jó, de jó vagytok, egy utolsó, igen. Mi az, Feri, kolbász? Nem kolbász, akkor nem kiabálok, akkor eszem, tudod? Na, mennyi van meg? Nálunk már 4 betű megvan. Nagyon jó, nagyon jó. Egy utolsó kéne, srácok, egy utolsó betű kellene. Jimnyseink húzzanak bele. Igen, a Jimnyseink úgy látom, most szedték ki az anyósülést, és dobták el hátra, hogy az már nem kell. Igen, nem. Leszedték a rendszámtáblát, ami szintén rajta van a felirat, és most próbálják darabokra tépni. A sponsor még nem tudja, hogy mire vállalkozott. Már egyébként csak mondom, hogy fehér köpenyes hölgyek is lógnak ki a Csapó utcai. Hát gondolom át a sziasztok! Milyen iskola ez? Nem én kiabáltam. Meg vagyunk, megvan. Csokra. Jó napot kívánok, vegyipari. Vegyipari, tetszett szelfizni? Igen. Nagyon jó, tessék szelfizni, mert hogy meg lehet nyerni egy nagyon szép Suzuki-t. A vegyiparos lányoknak, akik lógnak ki az ablakból, csak mondom, hogy mögöttetek füstöl valami. Igen. Mit tetszett mondani? Trabantunk van, és az sem indul, azért szeretnék nyerni. Nagyon helyes, jól tetszett. Hát egy Trabantot itt az ideje lecserélni. Nagyon jó, nagyon jó. Egy csodálatos Suzuki. Bízunk benne, hogy sikerül, és akkor kihúzzuk. Dumáljatok, mi elmenjünk egy kicsit játszunk. Itt vagyok, hogy állunk? Már körülbelül egy perce meg vagyunk. Ja, hogy ti kész vagytok? Igen, csak amit ti csajoztatok a vegyészlányokkal, kezeit csókolom kis édeske. Nagyon helyesek vagytok, azt igen. Pár év múlva visszajövünk. Hogy ne? Addig mi igen. Már régen. Na, hát fura hangok hát. Jönnek a Jimnyből. konkrétan alvázik szedték szét az autót. Igen, na hogy álltok? Úgy látom, a kirakás még okoz némi gombot. Nagyon jó. Megvagyunk.
Jimny, így van. A kocsi kulcsot megtartatod. Hát úgy néz ki, hogy a Sweeps család előbb megvolt. Jól mondom? Kérdezem én a hostess lányokat, előbb így megvoltunk. Én is mutatom nekem egy sötét képernyőt. Az nagyon sokat segít, köszönjük szépen. Feketén? Na! Nagyon-nagyon ügyesek vagytok, hát annyi időtök volt még hátra, hogy még kiraktátok a vitaraszót. Még egy kereket is cseréltünk közben. Igen, megvan, látom, itt aztán összekeveredtetek, de megint kiraktátok, előbb sikerült megtalálni, úgyhogy hát gratulálunk nektek. Köszönjük jó? szépen. A veszteseknek is adunk azért egy kis ajándékot, Vigazdi Gyalánt, hát ők sajnos most nem vihetik az autót a hétvégére. Így van, Jani megmaradt túlos buktáját. Na, használjátok egészséggel, jó? 3 napos tesztvezetés, csak mondom full kaszkó, úgyhogy ami belefér. Ja. Jó? Nyomjátok, ennek megint örült a szponzor. Tessék parancsolni? Tessék tenni egy javaslatot, bármit lehet. Szeretném javasolni, hogyha én bejelentkezek önökhöz telefonon, az 106... 555-55-00, igen. Vagy SMS-ben. Vagy egy másik számon. És akkor nekem van egy elképzelésem, valami, több van, de valami, és akkor ön azt közé teszi, és akkor vannak kis vállalkozók, akik van, valamikor Pomezánskinak volt ez a mű. Értem, jó, hát Annának továbbítjuk a kérést, ami ezt drága tudom, Annának. Felajánlom, köszönjük szépen. Felajánlom népgazdasági hasznosításra, igen. Ez volt gyönyörű jó. gondolat. Igyekszünk tolmácsolni a vezetőségnek. tisztartó@klasszfm.hu mindenféleképpen írnék egy e-mailt a köszönjük, ez is csokom, 3-4-10-kor húzunk, úgyhogy ne tessék elmenni, mert lehet, hogy le tudjuk cserélni ha a trabit. Ha tetszik tudni, telefonon is hívja nyugodtan, tisztartó Titus. Jó napot a többször is, legyen kitartó. Igen. Itt a lányok viszont az ablakban akarnak valamit mondani nektek. Hello csajok! Sziasztok, mi a pálya, jól a vagytok? A Csapócai vegyész suliból kilógnak nem a lányok. Nem lehet beszélni, mi óra van? Uh-huh. Óra most már az óra? Milyen óra? Labor. És mondjuk itt a laborvezető? A csoportvezető aluszik. Igen. Aha. Most kezeit csókolom, tanár, édes Isten, nem lehet ide beiratkozni, gyerekek, hát ez egy csupa. Jó hely. Figyeljetek, a Feri konkrétan felmászott a Csapó utcai vegyészsulinak az ablakát. Én elárulom neked, én voltam kollégista, ahol a második emeleten volt a lány kollégium, és bejutottunk. Mondom Feri, hogy ez még erősen pedovonal, szerintem kezeit csókolom, mit tetszett csinálni? Hogy az egy lánybörtön, Feri. Az ilyen... a sok a kémia, azt mondják. Feri, Léci, tényleg ez egy, hogy... Hol vagy? Javító nevelő intézet, és ők elítélnek. Nagyon rendes jelen onnan, mert megcsinálnak. Ő fiatalkorúak. Arra várok, tudod? Fiatalkorúak. De van ebben valami, Feri, érted, ez a sok fehér köpenyes lány, ugye? Hát hogy nem jó. Szívesen lennék beteg, nem? Mért? Hogy ugye az ember befeküdne. És csak lányok vannak maguknál? Ja, csak a fiúk elbújtak, az nem baj. Nagyon jó Feri, hely. Feri, akkor az nem C-vitamin volt reggel, hanem Viagra. Gyere el onnan, Léci. Jó, na jól van, oké, nem sokára sorsolunk mondjuk ezt a debrecenieknek, jó? És vegyiparis lányokat fogunk sorsolni. Két vegyiparis lányt kisorsolunk egyébként. Köszönjük szépen, aki még nem regisztrált, regisztráljon, jó napot kívánok, tetszett szelfizni? Igen. Nagyon helyes, ez nagyon jó. Tessék? Lányom, hogy tetszik lenni? Tessék? Mire kell regisztrálni? Autót lehet nyerni? Igen. Igen. Milyen lehetőségek van? Vitara, S-Cross, mi van, mink van? Jimny. Amit akarsz. Meg tetszik ismerni? Istenes Bence. Rohadjál meg. Hello, regisztráltál? Igen. Nagyon helyes, nagyon helyes. Még egy picit fiatal vagy az autóhoz, de megnyered majd sziasztok, a pályáknak. Gyertek át szombat este, nézitek? Igen. Jól teszitek. Jani volt benne a legjobb. Igen. Oh! Na jó, van, köszönjük szépen. De mondta nekem, hogy az előbb hát de miért hazudjon, most érted? Na, játszunk akkor, jó? Egy jó kis hármasugrást, már itt is vannak a játékosaim, még nincsenek itt? Itt lesznek mindjárt a játékosaink, jó? Helyszínről választunk. Ki az, aki tudta? Ki az, aki jó megfejtés? Úgy érzi, hogy tudta. Jelentkeznek a Debreceni Közművesstúdió előtt. Ferencem pedig már újra akcióba lendült. Na mondj kettőt. Megy vissza a vegyipari lányok. Kérdezni szeretne valamit. Ja nem, tehát te mondjad, te ne foglalkozzál semmivel. Hát volt, azt hiszem, hogy Kali Minó volt az egy. Igen, egy. Aztán Robbie Williams. Hát nem. Az rohadtul nem volt bennem. Sam Smith. Nem. Nem volt ő se? Nem volt. Jó, kérdezem azt, hogy hány előadót ismersz még a világzene történetéből, vagy hogy legyen? 36-ot. Figyelj, Kylie jó, egyet. Kylie az jó volt. A leányzó mellett, tehát ha... Sting talán? Nem volt Sting. Szereted a vastag Csabát?
Persze. Ja. Csak így kérdeztem. Csak kérdeztem. Vastag Csaba. Vastag Csaba. Vastag Csaba. Nagyon jó. Gyertek bejátszani akkor hármas ugrás. Ott gyertek. Szereted a vastag kóbász. Tényleg. Kóbász, szereted? Vastag Csaba megvan. Na, csak összetettük egy kis segítséggel. Egy kis segítséggel, jó van. A pomezzsánszki. Tehát szemét vagy. Felhasználom. Gyertek fiúk, lányok, gyertek fiúk, lányok. Gyertek, haladjunk. Na. Berni. Berni, már írom Balázs. Is. Balázs, minden. Tudom, én azt tudom, de, hogy te ki vagy. Igen, azt tudom, hogy én ki vagy. Köszönöm, engem is így hívnak. De téged te hívnak. Hármasugrás, játsszunk már is hallgatóinkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Bocsánat, csak jelzett a radarom. Na, azt mondja... A Balázsra. Vernike, mivel foglalkozol? Hány éves vagy? Én 28 vagyok, pszichológus, és HR-ben dolgozom. Hmm. Mit csinálsz? Hol dolgozol? HR. Jó cég ez a HR. Ez egy szakterület. Ne hülyéskedj, tényleg. De miért nem lettél pszichológus? Hát az egy jó szakma. Mert nem? A pszichológiának van egy ilyen alterülete, mint munka és szervezet pszichológia, és az a HR is lehet. És akkor a sok lüke hozzád megy panaszkodni? Nem, hiszem az intelligens emberek jönnek. Hát akkor én kiestem. Akkor nem. Ezért nem találkoztatok még soha. Igen. Balázs, te mivel foglalkozol? Én épületgépész mérnök vagyok. És intelligens ember. Hát. Hiszen hozzámentél. Így van. És egy pár vagytok, vagy itt akadtatok össze? Házasok vagyunk, fel és feleség. Komolyan? Mióta tart a? Április óta. A betyárját. Istenem. A betyárját. Gratulálunk. Vonatozás nagy buli, vagy csak ilyen kis szűk család és ilyen kis hagyományos? Hát voltunk olyan 250-en, úgyhogy... Azt a minden. A pszichológus asszony nyomta. Mindenki eljött. Vonatozás. Ki volt a legrészegebb, legvállalhatatlanabb? Após, anyós, ki itta magát, volt ilyen. Senki? Talán vonatozás, de miért? Barátokból néhány. Hát az kell, egy eskü. Szinte. Meddig tartott a buli? Hatig. Reggel hatig? Így van. Atya Isten. Mi voltunk az utolsók, de hatkor mentünk el. Menj asszony, tánc is? Az is volt. Hát az helyes. Mennyi jött össze? 450-en vannak ott, az jó pénz, gyerekek. Az nem pázunk. Nászút? Merre voltatok? Mauritiuson. Hoppácska! Becsárják neki! Meg hol a francban? Afrika. Afrika? Madagaszkár mellett. Akkor már így már megvan. De biztos tudod. Így, de egyébként igen. Tetszett Mauritius? Igen. Igen? Jó meleg volt, igen. Annyi. Nem, hogy úgy meleg van, de olyan nagyon sok látnivaló nincs. Nem, hogy megy az ember, jön, ott meleg van, de hogy olyan... Hát sziget. Igen. Nem. Megy az ember, jön, ott meleg van. Lehet, hogy ez zavart engem is, hogy mentem mindig tengerre, mondom, visszafordulok, hát nem tudok itt tovább. 8-at óra már nagyon unta Balázs. Azért nem olyan rossz hely. Jó, de pecskül. Csak jössz, mennétek ki helyet, egy kőúc, majd egy kocsma, meg az a hiper, vagy mi azért, a vegyesbolt, meg a cukrászda. Mennétek ti helyet egyszer. Na, azt mondja, hogy hármasugrás, szokott menni, hallgatjátok a műsort? Igen, szokott. Szokott menni. Nagyjából. Hát gyerekek, egy építész mérnök, jól mondom, épületgépész. Ugyanaz, nálunk az ugyanaz. Nem, minden. Egy pszichológus, hogy hallás, de tényleg most ért. Na figyeljetek. Na, az a baj, hogy túl könnyű. Túl könnyű? Igen. Az nem baj. Tényleg túl könnyű. Na mindegy, nézzük meg, hogy szól az első. Kezd a harmadikkal. Harmadikkal kezdem. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű énekes zenész megformálásáért kapott Oscar-díjat az amerikai Jamie Foxx? Igen. Ez egy jó film, tényleg nagyon jó. Nagyon jó film. Zongorista volt? Igen, és akkor, hogy hívják a zongoristát? Ray? Az, Ray Charles. Ray Charles, nagyon jó. Jó vagy Balázs. Ray Charles, zseniális film. Nagyon jó film. És a Jamie Foxx benne egyszer kitűnő. Nagyon jó. Egyet tud-e érteni a hölgy? Abszolút. Nagyon jó. Mert neked nem volt lövésed. Nem együtt jártok moziba? De. Ez egy 100 éves film, szerintem még nem is ismerték egymást. A 10 éves film ez legalább. 8. 7. Igen. Mindjárt lejár az időnk, gyorsan kérnénk egy választ. Jöjjön a második kérdés? Jöhet. Így szól a második kérdés. Hogy mondják idegen szóval, ha valaki következetes? Ajjaj. Nem már direkt, tényleg a harmadikkal kezdtük amúgy. Ez egyébként az első kérdés, tehát cseréltem. Légy, ne. Következetes. Aha. Tehát te olyan következetes vagy. Olyan következetes vagy, olyan... Ne segítsünk. Ezt most jó. Nem mondjátok komolyan. Ez jó, hogy nem tudják. Ez egy jó pillanat a műsornak. Hallgassátok. Igen, nem, ezt tartsuk meg. Rakjuk best-off-ba. Best-off-ba. Tessék? Milyen betűvel kezdődik? Jó, ez az most mondjuk. Persze, betűt is mondjak. Hát következetes, hogy nagyon következetesen kitart a véleménye mellett. Például akkor azt mondják, hogy te nagyon... Na, hát... Nagyon következetes vagy, ugye?
Lejár az idő. Aha. Lejárt az idő. Nem, most nem mondjátok komolyan. Konzekvens. Hát, konzekvens. De szép szó, mondaná Vágó István. De szép szó. Túl egyszerű volt. Igen. Konzekvens. Ugye hát, hogy konzekvensen kitartani valami mellett, nagyon következetesen kitartani, következetesnek lenni. Konzekvens, ezt így mondja. Nem baj. Nem. Hát nem, hát. Hát jöhet a következő kérdés? Én bírom, hogy ilyen lazánk vagytok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Csókoltatunk benneteket. Köszi a játékot. Tudjátok, helyszíni játék így van, ilyenkor mindig jár az üres ajándék. Üres kézzel nem mentek el. Óvás, csak mondom, hogy óra van benne. Köszönjük szépen. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ezért nem volt nehéz. Tényleg a harmadik volt az első, ez az első kérdés volt, amit elsőnek számtam. Ezért mentem volna egyetemre. Fél tíz múlt, pontosan 4 perccel, pillanatokon belül kiderül, hogy ki az első kulcs tulajdonos itt Debrecenben, drága debreceniek. Most már csak néhány perc a 2:06 óta, tartson ki, mert nem sokára kisorsoljuk az első kulcs tulajdonost. Jó? És ebben a pillanatban ugyanitt kérnénk meg nyomatékosan a többieket, akik nem nyertek, hogy ne borítsák föl az Önök stúdiót. Végső és ne bántsák a nyertest. És ne rabolják el Janit, és vigyék sikátorban. És ugyanitt továbbra is várjuk az aggregátort. Fél tíz múlt 5 perc, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. A Gyűzi Road Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt a helyszínen, Debrecenben és az országban mindenhol. Holnapi helyszínünk Pécs. Gyerekek, Pécsre megyünk. November 10 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca, Nagy Lajos király útja sarkán lévő parkolóban leszünk. Hogy kiteleküléskor a 100-as szabály, az nem ér. Feltekintünk tőle, mert nincs ennyi pénz nála. Nincs nála ennyi pénz, nincs nála ennyi pénz. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megvitattuk azt a hírt, hogy kötelező lesz a futball, ugye elvileg szeretné kötelezővé tenni, erről beszélgetünk, jó, nem jó, ki az, aki mellette, ki az, aki ellene van, a debreceniek is elmondták a véleményüket. Valamint értelmetlen applikációk is szóba jöttek, mert hogy állítólagosan nem sokára megszületik a Harcosok Klubja applikáció, mindenki legálisan verekedhet a szomszéddal, ha lehívja a bár a kacér giliszta elé, ugye, és ott, ha megtalálod a verekedni vágyó társadat az applikáción keresztül, akkor tudsz bunyózni. Mi megvitattuk a legértelmetlenebb applikációkat, és arra kértük hallgatóinkat, hogy küldjék el nekünk tényleg azokat, amiket soha nem használnak, vagy nagyon szeretik, de tényleg a világon semmi értelme azon kívül, hogy helyet foglal. De szerintem egyébként, és ráadásul ugye a többféle applikációt egyszerre is lehet használni, mert például, hogyha sokaknak bejelez a radar, hogy ott vagy a közelbe, akár össze is verekedhetnek a másik applikáció segítségével, érted? Nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy nem az én telefonomon van a géliradar, és nem én használom. De azért tetszik az apja. Na, mutatjuk, mivel foglalkozunk ma reggel, aztán jövünk a sorsolással. 10 perc múlva pontosan, 10 óra. Na, és akkor húzzunk egy nevet, jó? Reméljük, hogy itt van. Én nem látok semmit ettől a zászlótól. Bocsátok le a zászlót, hagyd lásson! Elvinni, arrévidetni, kiszúrni, leereszteni. Na, szóval, hogy hát igen, mert hogy még ígértük ugye, hogy húzunk valakit, és ő már biztos, hogy ugye kulcs tulajdonos lesz. Neki annyi a dolga, hogy megérkezik majd november 13-án Budapestre, jó, drága debreceniek, és imádkozik, hogy amit ott kap kulcs, valódi kulcs, ugye nem virtuális kulcs, amit ma adunk át neki, az nyitja majd ezt a gyönyörű kis Suzuki Vitarát. Húzzunk akkor egy nevet, mondd a nevet, Ferenc, és én meg közben nézem, hogy itt van-e, aki jelentkezik. Aki meghallja a nevét, nagyon gyorsan tegye fel a kezét, jó? Nem, előre nem teszünk föl kezet, hát előre nem teszünk föl kezet, hogy be tudjon ide jönni a stúdióba, és tudjunk vele 2 mondatot beszélni, mikor szelfizett, mikor töltötte ki, és hát egyáltalán hogy történt. Na, megvan? Meg! Mondhatom? Jöjjön a Figyelem. Név. Nem látok semmit. Száz Gabriella! Száz Gabriella! Száz Gabriella! Elindult! Az. Elindult az üveg stúdió igen, felé! Elindult felé Gabriella, és ebben a pillanatban úgy érzem, hogy úgy igen. Látom, hogy igen, ő lesz a... Érkezik Gabriella! Gabi! Érkezik Gabriella, és a tömeg egy hatalmas tapsal fogadja! Ó, köszönjük szépen! Annyira ferek vagytok, annyira empatikusak, és érzedik rajtatok, hogy egyáltalán nem vagytok irigyek. És megint, igen, tapsoljátok meg magatokat! Engedjétek át! Engedjétek át! Néhányan nem tudnak belenyugodni, hogy nem nyertek, és fegyvert rántanak. Kezd el szabadulni a pokoli Debrecen. Na jó. Hagyjuk abba. Ez kezd állni egy ilyen rádiójátékban. Gabi, hello, jó reggel. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Gabi, mikor töltötted, mikor szelfiztél? Szerintem egy 3/4 órája. 3/4 órája.
végképp szemtelen azokra nézve, akik egyébként itt állnak, ha 6-kor óta ne haragudjatok. De hát ez is benne van, az ember jöhet akár 4:40-kor is. Gavikám, régi autó, új autó van a családban? Régi. Régi autó, hány éves? Nekem egy 20 éves van fölírva ezen a papíron. Nem, egy 3-as Golfon van. Jó, egy 20 éves régi autó. Igen. Hát, reméljük akkor, hogy örömteli lesz majd a péntek. El tudsz-e kérdezkedni a munkahelyedről pénteken? Szerintem menni fog. Mit csinálsz? Mit dolgozol? Tanulsz? Suliba jársz? Hát tanulok is, illetve sofőrködöm. Sofőrködsz? Komolyan? Igen. Ez a sofőr segít? Tehát itt az autósokat kísérsz haza? Nem, hanem nem az? Kamionsofőr vagyok. Mi van? Ne mondd ne. Már! Gyerekek, ne csak már. Mondom, hogy egy nagyon igen, helyes, tényleg. Hosszú hajú, körülbelül 48-50 kilós, alacsony, fiatal csajci áll előttünk. Kamionsofőr vagy? Igen. Ezt most nem mondod komolyan, külföldön vagy Magyarországon? Magyarországon. Nagy nyerges, nagy, hatalmas nagy... Forgós Álmajos pótossal. Ezt nem hiszem el. Hát 10 perc kell, mire ezt megemésztem. Azért az így magam előtt van a kép, hogy lefékez mellettem egy irgalmatlan nagy kaminnyal, kilöki az ajtót, és azt mondja, gyere pici, ugorj fel. Elviszlek egy körre. A Méta utca. De ez hogy? Vagy ez hogy jött? Hát azért ez ritka csajok, ráadásul ilyen törékeny csajok, mint te. Hát én nekem már kiskorom óta mániám volt ugye a kamion, meg ugye a nagy terautók is akkor. A betyárja. De kereket kicserél, haza telefonálsz apunak? Hát egyenlőre még nem cseréltem, de nem is szeretnék. Azért. Na, egy kérdést kell feltenni, méghozzá egy nagyon egyszerű kérdést, ami a rádióval kapcsolatos. Jó, mondj még egy műsorvezetőt, bárkit, reggelit, estit, délutánit, hétvégit. Igen, aki van a legtöbben szabadságon, már mondod is, igen, abba házíts. Még egy Klassz FM-es morning show-s nem, mert itt vagyunk, még egy Klassz FM-es műsorvezetőt mondj nekünk, jó, bárkit. Fúha. Abaházi Csaba. Abaházi Csaba, és tudja. Így van, megtapsoljuk. Jó, így van. Gabikám, nem véletlenül mondtál a Csabi a nevét az elmúlt 10 évben 354 milliószor. Így van. Gabikám, péntek 13, nem elfelejteni. Reméljük, jó, hogy neked lesz szerencsés nap. Egy kamion sofőrünk is van már akkor. A személyedben várunk Budapesten, jó? Jó, rendben. Ha tudsz, gyere a kamionnal, dili lenne. Imádnám, megérkeznél a West End elé oda a buszvégán. Megjött Gabi, gyerekek, engedjétek be, szóljatok a biztonságiaknak, nyissák ki a teret, igen. Majd megbeszélem a rendőrbácsikkal, hogy engedjenek be, csak most az egyszer. Jól van. Puszilunk, ügyes vagy, drukkolunk, hogy te nyerjél, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük, ciao, hello. Puszi, pénteken találkozunk. Na. Azok, akik pedig most nem nyertek, azok ne szontyolodjanak el, mert ettől független simán előfordulhat az, hogy az a játékos, aki a rádión vagy a rádió hallgatókon keresztül kerül be az adásba, szintén egy debreceni lesz. Így van, vagyis nyugodtan küldhetitek a kedvenc Suzuki-tokat SMS-ben holnap is, holnap után is egészen csütörtökig, hát ha akkor SMS-en keresztül bármelyik őtöket kisorsoljuk. Jó, hívjuk a nap hallgatóját. Ja, most durcik vagytok itt több, kicsit úgy, ne legyetek, ugye? Picit, igen. Picit olyan durcik. Na jó, Balázs, mindenkit megölel. Tessék, Bognás. Ó, morning show vagyunk. Hello, Feri, Jani. Hello, Feri, ciao. Elfelejtetted, hogy nem számítottál ránk? Egész végig ezen járt az agyam, hogy ne felejtsem elmondani, ha véletlenül felhívnátok. Komolyan? De helyes volt. Hol hallgatsz minket? Budapesten. Nagyon jó, amit írtál, ugye a kötelező futballoktatásról beszéltünk, te azt mondtad, az egyik óra az állatkertben lenni, köpni, egyik óra az állatkertben lenne, köpni tanulnának a lámától. Ezt írtad nekünk. Hát igen, köszönöm. Hát figyelj, te vagy a nap hallgatója, ajándékcsomagod nincs, de a reklámblokkban van egy csomó minden, ami neked szól, úgyhogy hallgass meg, jó? Köszönöm szépen. Miért nincs a kiteleküléskor mindenki kapatnak? A helyszíni játékosok egyébként, de tetszik ez a fajta. Egyébként ez a fajta rámenőség, hátfát jön. Van egy csomó a reklámblogban, az neked jár, jó? Sajnálom, hogy nem mondtam. Köszönöm. Minket hallgat. Egész addig figyeltem is a telefont, na mindegy, jó. És pont az utolsó pillanatban elfelejtetett. Köszi, ciao. Szia, szép napot. Na, egy utolsó mondat, drága pécsiek, holnap megyünk hozzátok, nem elfelejteni, Pécs, Bajcsi Zsilinszky utca, Nagy Lajos király utca sarkán lévő parkolóban vagyunk, reméljük sütni fog a nap, érkezünk holnap 6 órakor. Megszokott helyen várunk mindenkit. És visszük a gyönyörű Suzuki-kat. Így van, drága debreceniek, köszönjük, hogy megint ennyien voltatok, csókoltatunk meneteket, puszilunk mindenkit, imádunk, szeretünk meneteket, szerintem nem sokára úgy is jövünk, mert mindig itt vagyunk, szeretünk itt lenni. Bocs, villog a radar. Holnap találkozunk, szevasztok! Műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.
legnyitottabb reggeli műsora.